Magnify. Professionális online marketing megoldások, kontentgyártás, brandépítés, attól sem riadunk meg, ha valami tegnapra kell. A stúdiót és a stábot a Forky biztosította. VG Motorsport. Az új Forma 1-es portál, ahol szakértőközösséget építünk. Kívánunk! Szép estét kívánunk és sziasztok! Mindenkit üdvözlünk itt a Boxki YouTube csatornán, Facebookon, kinek hogy tetszik és hol követ minket. Ami a nagyon fontos. Indul a 2024-es szezon. De, oda, oda igen, az az a kamera. De most akkor forduljunk át ide, hogy akkor megmutassuk Na. Weber Gavit és Nagy Danit is. Sziasztok! Hello. Sziasztok, hello, hello. Sácsok, meg sziasztok, köszöntünk mindenkit. A múltkor, amikor Mennyire én voltam... Újvári Máté lenne rövid Így van, így van. És amikor a múltkor én voltam, előre is, előre is utólag is, nem tudom, van egy ilyen. Előre, előre és is, is, és utólag is elnézést kérek, mert nagyon kevés kommentet olvastam föl, úgy, a kis Norvial itt voltunk, nem, de azért voltam, hogy pörgött az adás. Az Tehát ugye az a különbség, Egyszer, hogy... itt, és szegény nézőket lógva hagyják. Igen, mert amikor a Dani van, a fullad az adás általában. hogy ma egész este Dani kérdéseket olvasott. Igen, köszönjük, hogy jöttél, óriás laptop alól lásd őket. Igen. Természetesen az az adás nem szól másra, mint hogy elemezzük azt, hogy mi történt azon a rendkívül hosszú teszt sorozaton, amit múlt hét végén a Formegyes piloták produkáltak Bahrein Bahreinben. Mi a mostani uh, erőállás csapat sorrend, hogyha van ilyen egyáltalán. Erő viszonyok. És ugye, ami nagyon fontos, mert most elmondanánk, hogy szombaton lesz a nagy díj, a ramadánhoz köthető az ok, ugye a Saudi nagydi vasárnap lett volna a ramadán idejében, ezért a szombaton kell, legyen, ezért a Váhnein szezonnyitói szombaton van. Ebből kifolyólag péntek időmérő, csütörtök első, második szabadegyzés az MN Sporton, 12.30 ugye az első? 12.30 csütörtökön akkor találkozunk, de még nem tudom kivel, velem biztosan. Velem. Ki ül mellettem, azt én. nem tudom, Én, én. De? én. De ezt már biztosan igen. Tudom? igen. Te meg az FP2. Oh, olyan. Nagy Dani, most, most tudtam meg, tudta meg, meg az, az adásból. Na, hát akkor, de ezt én is most tudtam meg. Jó, nem, én a csütörtököt nem tudtam. Én azt tudtam, azt hittem, hogy más nem. nem tudsz, a ne, stúdiózást. én Péter szombatot tudtam, én a csütörtököt nem tudtam. Na, ha, akkor Máté én most élőben elmondta. Na, Na, tessék. hát akkor Mátéval köszönünk be, és aztán Danival folytatjuk délután. Négykor azt hiszem a második Valami És ha ez itt már a reklámája, akkor azt megjegyezném, hogy F2 és F3 is lesz. Lesz néhány kimondhatatlan nevű versenyzőnk, és rengeteg újonc. F4-es f Igen, azokat te közvetíted, Azokat én. Tehát azokat is nyomod, és azokat is mutatjuk. Így van, élőben. Egész hétvégén. Így van illetve hát fél hétvégén, mert ugye csak szombaton, vasárnap nincs semmi. Egyébként milyen fura ez az első két hétvége, úgy indul, hogy szabad vasárnap. Így van. Az milyen kemény. Igen. nem is tudom, hogy ilyen, ilyen én nem, ilyen nem biztos léztem. nem volt a Form egyben szerintem. Hát volt csütörtök is szezon szerintem, de most fejből nehéz lenne. Egymás után kettő ráadásul, egymás utáni két hét vége hét is. biztos volt, de minden ment ezt végig gondolom. Ugye régen, hát csütörtök Monaco az volt, de hát az hét, az szezon közben van. Régen, igen, meg az ugye eltolt, meghosszabbított égen, hét végén. Meg a Na, futam ugyanúgy vasárnap volt. A lényeg, hogy furcsa csütörtökön kezdeni a szezont, és szombaton <laughs> futamozni, de hát ez már ilyen. Ez van. Na, fiúk, ö, első gondolatok így a tesztet követően, Gábor, kezdjük veled. Első reakció így hirtelen, mi az, ami a pályán. Én, én, előtte egy pár nappal még mindig nem éreztem a bugit, és akkor szép lassan így azért már előtte már, pont mielőtt a teszt elkezdődött, már akkor vártam. Tehát előtte, előtte, nem volt bennem ez a mikor jön a Jézuska érzés. Rövid volt ez a téli szünet egyébként. Szerintem marha rövid volt. És, és valahogy így nem éreztem. Tehát ugye, úgy, úgy, nem bánta volna, még van két hét vagy három, viszont ahogy, ahogy megjött a teszt hét, és aztán, amikor először kimentek a pályára az autók, akkor úgy elvesztettem a fonalat, hogy a külvilággal kicsit szajt, <laughs> elkezdtem így rátapadni a képernyőre. Gyakorlatilag úgy ment végig a három nap hogy Tiszta őrültség egyébként, mert sok értelme nincs. Vala. Yep, a pici félmondatok, meg a napi háromszor fél perc a lényeg az egészben, de hogy az mikor van, azt nem tudod ezért háttér televíziózásként állandóan ment az ipad -e, mert akárhol mentem, akármit csináltam, akár akárkivel telefonáltam, aminek mondta, hogy a teszteket nézed, egy hangot sem vettem le róla. De hogy aztán ugye elkapott megint a gépzi, nem tudom, meddig tart ki, de most én, most, én várom, tehát most megint úgy vagyok, mint bármelyik szezon előtt. Dani? Én először uh, tanácsolom, hogy igaz is meg egy kicsit ott a mikroportod, Máté, eléggé. Nem, jó. Be, bemozdult, Belógott. így, befordult. nagyon, aha. Most jó. Köszönöm. Így mit szólsz? Hát nem az igazi, kicsit így. Úgy a magát a télen, és majd. Igen, szed le a... és csiptes. A a, a, a mellizom. Az a baj, hogy a kollégák csinálták, tehát én megcsáltam jól, és aztán <haz> <elég> <haz> ők még <haz> rosszul. Oh, oh hát, uh... hát, tudok mit csinálni. Ja, Máténak Na, a felese jó. igaz, én. annak sem. Most, Na, jó. most egyébként, egyébként most jó. Az a baj, hogy ilyen izgő mozgó vagyok, tudod. Szitom azt mondod, hogy <haz> az, az, az már túl vagyunk. Az Azon, már túl, vagyunk. Igen. Ha, hallgassunk téged. na hát nyilván osztom Gábor véleményét. én, én megmondom őszintén, én, én eléggé vártam. Egy picit attól tartok, mert így eltelik pár hét, és nekem így egyből, egyből ilyen, ilyen hiányérzet van bennem. Akár a, amikor aktívan versenget ér a formányi szezon utána is így egy-két hét ez az ilyen fú de jó, szabad hétvégéig tök jó, de utána már pár héttel később én már úgy, úgy, várom, és akkor kicsit, kicsit olyan csalódott vagyok, hogy nincs mit nézni, Érzedik nincs mit a követni. Nincs mit követni. Lehet, pár hogy ez hét az hét idővel. Után várja. Lehet, hogy ez idővel majd változni fog. Is jó, <laughs> és, így, és így ebből a szempontból én tökre örültem, hogy visszatértek az autók, és száguldás, és volt mit nézni, belső kamerák, stb. Meg nyilván az autó bemutatók után, ugye ez mindig nagyon izgalmas, hogy megnézed, hogy mennyi változik a render képekhez, meg az első mutatott autó képekhez. Nekem ugye volt szerencsém időben is megnézni a Red bull Hát már amennyit mi, láttam. Mi, mi, láttam már amennyit láttam, mert ugye ott le volt takarva például, azt sose felejtem, ugye az oldala, a padlólemez oldal oldal része, meg, meg nem éppen úgy volt. Nem látszott a végbeemlő oldalt igen, rendesen. Igen, sok minden. Ez egy külön feladat valakinek, hogy úgy alakítsa ki ott a dolgokat, hogy ne látszódjanak. Úgyhogy e, milyen szempontból érdekes? Én inkább megmondom, őszintén attól félek, hogy így ki fogunk égni évközben. Tehát ugye egyrészt... De ne félj, mert ez biztos. Erre ne fogadj! De egyébként tényleg egyrészt ugye... Ennek 1.0 az odza. Igen. Egyrészt minden egyébként legközelebb szezonja, másrészt, hogy nagyon rövid volt a téli szünet is, úgyhogy most én tökre motivált vagyok, és nagyon várom az első X hétvégét, de aztán ez egy elég erős találó lesz. Hát 24 hétvége, 6 sprintel, ugye tarkítva, 30 <síns> futam, Főleg, És hogyha hát, a lesz az év, mint igen, a ezt, ezt, nem is akartam felhozni, de majd úgy is foglalkozunk ja, ezzel a részével. Az alpine behúzza simán. Arra gondoltunk, igen. Illetve van egy új safety kárunk. Ez marha jó. Hát egy új asztor, még egy új asztom. Két új van idén számára. Az megengedté. új autója most ezzel támad. Elég menő a festés é, amúgy. A új Vantage ráadásul, ami miatt ez kellett, az, hogy nagyon nagy volt a különbség a, a Mercedes-Benz -e <coughs> az <coughs> Safety kár, a biztonsági <coughs> autó teljesítmények között, nem csak motorerő tekintetében, már ott is nagy, ugye 730 ló a és ilyen 500 körül volt csak az Aston, ez most már 650 lóerős így, és kicsit nagyobb a hátsó szárny is rajta, meg átalakították az aerodinamikáját, úgyhogy az egy jóval gyorsabb körökre lesz képesség, még nagyon nagy volt köridőben a különbség a két biztonsági, biztonsági, biztonsági hogy sokszor között, sokszor köröznek. De mire emlékszel, 5-6-ok? Nem, annál is több annál volt. Is annál is több, több volt. És a versenyzők panaszkodtak is, hogy az asztal mögött nem lehet Igen. Sem melegíteni a gumikat, mert nem tud olyan gyorsan menni. Úgyhogy, úgyhogy az Aston Martin új vintage -e és Szaudarábiában mutatkozik be, A első hétvége az mercedes lesz. Egyébként semmi más nem változik a biztonsági autók területén. Nem egy rossz meló az, ha bár egyébként azt is meg lehet tudni. Bár Mejlender még nem mondta meg, mondjuk. Én tudtátok, hogy egyébként voltam biztonsági autóversenyző? Nem, nem az F1-ben. Én tudtam nekem ezt egyszer mesélni. Egyszer valami adást csináltunk. Mesélted, minden. de igen. akkor se hittem el. Igen. De ráadásul de tényleg... 15 évesen? 16, 17? <coughs> hát valahogy ilyen. 18 éves volt. volt. Igen, a magyar bajnoki hétvégén, igen. Egy, egy, typer egy a, bankéres, egy tájper, tájper. Tájper, a, a Mingzoli, Ajánlotta fel a lehetőséget, és akkor egy kollégával nyomtuk, és képzeljétek el, akkor ezt most már a szorít, mert egyébként nagyon vicces volt. Tehát nyilván egy dolgot kértek tőlünk, kaptunk egy elég részletes briefet, mit csináljunk mikor, nyilván mindent mondtak nekünk, ugye a Vokitokin, és a rádión keresztül, és igazából megtörtént a legrosszabb. Képzeljétek el, hogy futam, elindult, és akkor ugye. Úgy, úgy néz ki, hogy a három perces táblán elmegy a biztonsági autó, és nem a mezőny végére áll fel, hanem ugye, hanem ugye ott, ott ugye a medikál autó áll a mezőny mögé, Borosségé. hanem a Hungaroringen, az Alézi után álltunk félre, ott a nem tudom milyen hanyas bírói posztnál, megnyitásnál félreálltunk, és akkor megvered, hogy minden rendben lemegy, és hogyha azt mondják, hogy mehetsz vissza a boxba, akkor a biztonsági autó visszamegy a boxba. És képzeljétek el, megérkezünk a biztonság, azt hiszik, hogy minden rendben van, és ott így látom, hogy többen fogják a fejüket, rögtön jön a rádióüzenet. És képzétek el, hogy az összes létező világítás egyszerre kapcsolódott fel, amikor egy, egy ilyen vizes flakon leesett a vezérlőpultra, és ezt nem vettük észre. Úgyhogy, oh. uh, úgyhogy de minden. Tehát, hogy a zöld a lámpa, volt. De, de a zöld lámpa, ami ugye azért van, amikor ugye a lekörözött versenyző visszaveheti a körét, a piros-sárga villogó, a nem tudom, én milyen villogó, minden, minden fel volt kapcsolva. De egyébként ezt leszámítva, minden rendben volt. Volt egy-két ilyen kimozogni való esemény, de egyébként egy tök nagy, nagy élmény van. volt. Tehát, hogy alapvetően hogy sokat ülsz az autóban készenlétben, de egyébként tök de nagy egy koncentrálnod kell, mert nem tudod, hogy mikor Igen, kell még figyelni, bizony. Igen, és van, amikor tempót kell menned, meg gyorsan kell érned, tehát egyébként jó, jó kihívás volt. Igen, ha már Bermen lenne, hogy ott a Na. neve az autón, még az ilyen kicsit álcafestésben levő azt, nem tudom, minek álcázták egyébként, mert mindegy, hogy ez majd rendes méregzöldbe Festődik majd ilyen magyar tanuló fogalmazza. Van egy mellendres sztori, ha már itt vagyunk, aztán utána majd ugorjunk, hogy nagyon-nagyon régen ő a biztonsági autósofőrje, már lassan három évtizede, de hogy kihagyott, ha jól emlékszem, két futamot. Azt tudjátok, hogy miért volt? Kinek van meg a sztori? Hogy mi, miért hiányozott Nem gyerekszületés miatt? Családi okok? versenye volt még? összefüggésben van azzal, de nem versenyt. DTM-ben versenyzett még Igen, aktívan. A volt, igen. igen. csak mindig úgy csinálták, hogy ne ütközön, és a, tehát, hogy mindig össze tudtak hangolni, mert a DTM általában úgy csinálja a hogy kerüljön a Forma 1 Nem menjen a Forma 1 egy, egy hétvégére. Na, Oseszlében ben volt. Futam, a Kives volt -e a Nem versenyezni, de voltam Jó. ott. Te nem voltál. Nem. És úgy néz ki, hogy a ennek az első szektor, az első kanyar, hogy van egy ilyen egyenes után egy ilyen törés, egy ilyen nagy, hosszú jobb kanyarral, ami utána visszavezett hátár tribünek fele. De hogy ez a töréses jobbkanyar van, amellett rögtön ott van a pálya kerítés, és mögöttem van a szálloda. Tehát a pálya, hotel az ott van a 1-2-es kanyar mögött. És vége volt a DTMS hétvégén a szombati napjának, és már hossza az út, amíg hogyha vissza akarsz menni a boxon mindenen keresztül a szállodába, akkor vagy másfél kilométert kell gyalogolnod, miközben a pedok végéről ott van a szálloda az órod előtt de van egy három méteres kerítés. És nap vége volt, és úgy döntött Mejlender, hogy ennek már nincs kedve visszagyarogolni körbe, átmászott a kerítésen, de Ajjaj. megcsúszott, és a túloldalon leesett, és eltört a bokáját. <laughs> és, és, ezért maradt ki neki ki. Te is erre tippeltél volna. Két hogy két forma egyes utána a, a biztonsági, biztonsági, biztonsági autóval, mert, 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 konkrétan megsérült, és gitude volt. Ez, ez, a, ez a rövid sztoria. Ezt egyébként akkor mesélte, amikor a egyik legrosszabb, legkelemetlebb interjúja volt a színpadon, Nikor rosberg 2015-ös vagy 6-os magyar nagydíj, amikor, amikor megbüntették, éppen nem büntették, de kikapott Hamiltontól az időmérőn, és egy rohadt szót nem akart szólni, nem kell mesélnem, hogy mi a helyzet. Hát Rosberg a le legrosszabb anyag. De ott volt Mejlender is a színpadon, az volt a szerencsém. Tehát úgy jöttek sorba, hogy, hogy Mejlender jött előbb, és aztán Rosberg is. Mejlender nagyon jó arc volt. Igen, Mejlender jó. Csomó az mindenről az. tudtunk beszélni, és ezt ott mesélte el. Előtte meg aztán a színpadon is elmeséltettem vele, hogy hát azért maradt ki, mert hogy ezt, a, ezt a hülyeséget megcsináltam, úgyhogy innen tudom a sztori, de akkor nektek nem volt. most már nem, most nem, 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 most nem. nem Na, mivel kezdjünk, Gábor? Nézzük az meg, meg a, hát, hogy mely, hány kört, hogy mivel mentek, azzal indítsuk. Igen, Ki ment a Na, legtöbb, nézzük ezt. Meg mennyit mentek. A ház Azért győzött. Aktív, ha a így ház nézzük, 4.41-el, ugye a ház tette meg a legtöbb kört, utána a Ferrari 4.16, jön a Red Bull, jön a Steak, Aston Martin, a legkevesebb az a Williams 2.99, és a McLaren meg az Alpin is ott van hátul. Ugye ott is van még egy olyan, hogy ha versenyzőre lebontjuk, akkor a legtöbb kört Kevin Magnussen okay. tette meg. Nyilván nem meglepetés az egyik házversenyző, ha így ezt a grafikon nézzük, Kell ebből bármit kiolvasni, mert alapvetően néztem, hogy írtad a Facebook oldaladra, hogy annyira megbízhatóak voltak összességében az autókat eszten, nagyon kevés. Nyilván volt egyszer-kétszer pirozzászló, de az inkább a kis csatorna miatt. Tehát hogy olyan nagyon-nagyon durva dolog nem történt. Az, hogy a ház ment a legtöbb kört, ez jelente bármi pozitívat, annak fényében egyébként a köridők meg annyira nem voltak jók. Annyit, hogy ugye nagyon akartak dolgozni, az, hogy megértsék a gumikopást, illetve hogy javult a gumikopásuk tavalyhoz képest, és ez kilométereket kell menni, sokat. <coughs> Úgyhogy nagyon nem is mentek rá az egykörös tempóra. Nem tudom, sokan ezen dolgoztak volna, de a ház tényleg került az egészet. És innentől kezdve igazából, hogy nekik mennyire lesz jó ez a szezon kezdet, ezt nehéz megmondani. De az, hogy ennyire megbízhatóan működött az autójuk, meg egyébként az egész mezőny, a Williamsnek, meg a McLarennek voltak problémái, de igazán nem nagyok nekik sem. Tehát rendkívül sokat ment a mezőny. 3695 kör. Ezt, a Tudjátok, hány kilométer? Csak megnéztem Sok. gyorsan. 19.998 kilométer. Budapestől, hogyha elmész új zéland déli csücskeig, ez Tuárt-szigetig, az 18.700 légvonalban, akkor még kicsit az Antarktisz fel, ha tovább úszol, akkor körülbelül az a 20.000, amit megtesz. Hát gyakorlatilag a, a földet félig megkerülöd ez a játék, hogy azért nem mentek keveset, és tényleg nagyon-nagyon régen emlékszem olyan téli amikor ennyire hiba nélkül ment volna az egész mezőn tekintetében. Hát kis túlzással ugye a pályával több gond volt, mint az autókkal, mert ugye kétszer is, ha jól emlékszem, ugye azon a szekciójában a pályának, Igen. a rázókő mellett ugye felszakadt, vagy, vagy feltéptek az autók ugye egy csatorna egyébként. Ugye nyilván az első dolog, ami az embernek ilyenkor az eszébe jut, hogy hát lehet szívni a pályát, a... mindenkit lehet szídni, de hogy azért azt kevés helyen olvastam, de szerintem egy érdekes felvetés, hogy ezt talán idén új ki, az autók nagyon nagyok, nagyon nehezek, és hatalmas szívóhatást Szívohatás szívó keltenek fel, amit tulajdonképpen azt eredményezik konkrétan, mint egy ilyen, mint egy ilyen vákumcső felszívja. Nagy porszívó meg 300 Ez nagy porszívó. Igen, úgyhogy ez mindenképpen jó jel, hogy ennyire sokat mentek az autók. Azért nyilván a modern érában azért az autók megbízhatók, ezzel megszokhattuk, de hogy azért ugye főleg az új szabályrendszer első évében az elég sok, főleg ilyen fékhűtés jellegű ütést vagy hűtés jellegű problémája adódott a csapatoknak, és most ebből is jóval kevesebb volt. Ugye McLaren is tavaly, hogy szenvedett emlékezetek visszahoz képest, most azért elég stabil. Most mentek. is volt egy kis kuplunkhiba, egy kis üzemanyag. jó, az benne van. A Panket, képest és ez, ez ég és, és föld. A is volt ugye egy ott benzinpumpa, de egyébként ezt leszámítva a többieknél szinte sem, vagy gyakorlatilag semmi. Ugye Russell volt, ez talán az legelső nap egy órát vesztegelt a garázsba, de. Hát figyelj, amikor a garázsba aztán aztán nem jön, jön ki, ott. ott még benne van az is, hogy cserélnek egy új elemet, valami másraknak föl, az Aubernél volt, ugye már úgy padlólem ez a második nap, ha nem készülsz el vele időbe, vagy nem érod az alkatrész időbe, akkor az a, az a, csúszol. Tehát ez nem feltétlenül megbízhatósági probléma. Ez tipikus teszt probléma, de összességében tényleg nagyon sokat mentek, és ez nem, hogy mondjam, ez nem dönti a bajnokságot, tehát a háznak azon kívül, hogy ez egy, ez egy szépség egy hogy jó kezdtük az évet, <laughs> Ugye gyorsan majd beszélünk róluk, az Alpin azt emeltek az egyetlen dolog, amit az Alpinosok kiemeltek magukról, hogy megbízható volt az autó, de hát az összes többi is. Legalább, legalább. Jön a következő? Jön a következő. Na várja, itt ugye már nagyon sok van. Azt azért hozzá, az, az kell tennem, hogy egy olyan 30 képet Gábor küldött nekem, hogy akkor ezekről így beszélgetünk majd 90 <kül> de annak a családi. perc családi. <suk> <Én suk> Meg a selfie Dubájból, mindegy. Szóval, melyik? Ez jön? <suk> az. Remélem, Igen. Na nézzük ezt. Mielőtt. Mi Igen, majd, majd csak, mondja, mondja. Nem, parancsolj, gyugodtan. Nem csak annyit akartam, hogy egy picit így, nyilván erről sokat beszéltünk már, meg, meg mindannyian írtunk már ezzel kapcsolatban a közösségi médiában is, de hogy ugye most ez az elemzés, vagy ez a műsor, az arról fog szólni, hogy nagyjából prezentáljuk nektek azt, hogy, hogy mi mit láttunk, mi milyen konzekvenciákat vontuk le a tesztből, ki hogyan áll, ki hogyan teljesített, de hogy ugye nagyon fontos kiemelni néhány dolgot. Az egyik az az, hogy ez egy pálya volt, egy pályán zajlik az egész éves felkészülés. Tehát vannak olyan autók, akik jobban kedvelik a lassú kanyarokat, a gyors kanyarokat, a közepes sebességű kanyarokat, és nyilván attól függően, hogy melyik pályán miből mennyi van, az erőviszonyok változni fognak, nem tudjuk a motormódokat, csak következtetni tudunk, nagyjából a végtelenségekből például. Aromik, arra hoztam egy jó példát, majd meg megmutatom. Az üzemanyag terhelés, ott is azért ugye a hosszú etapokban, amikor sok kört megy egy versenyző, akkor azért lehet egyértelmű következtetéseket levonni, de nehéz olvasni a sorok között. Dinamikákat nézünk, átlagköridőket vizsgálunk, meg hát Gábor, te hoztál jó néhány adatot. Hoztam sok mindent, persze, de hogy amit ami Dani mond, az tényleg úgy vegyétek komolyan, ahogy van, most az elmúlt 5-8-10 évben abszolút így van a történet. Tehát, ha 25-30 évet, akkor azt mondhatnánk, hogy az autók, amiket bemutattak, sokszor nem is az év elején, de azért legtöbbször igen, azok úgy versenyeztek végig az egész évet minimális módosításokkal. Most, amit látunk, az egy fénykép adott időpillanatról, ami már következő héten sem igaz feltétlenül, hm. mert folyamatosan jönnek a fejlesztések, és ami Bahrain előtt igaz volt, az lehet, hogy már hét hétvégén magában nem lesz, sőt, biztos, hogy nem Igen. pont ugyanazok az autók Igen. mennek a verseny hétvégére, és aztán megyünk Szaudarábiába, Melbournebe, eh, hogy van, Japánba, Suzuka, és akkor utána megyünk eh, majd Kínára. Így Tehát van. Szép, lassan, ahogy megyünk bele az évbe, jön egyre több fejlesztési csomag, kisebbek, nagyobbak, és nem lehet azt mondani, hogyha meg tudnánk nézni, hogy a Bahrein teszteken használt autók mit tudnának, mert nem tudjuk soha megnézni, mert mindig változik. És ez tipikusan a, modern modernkori form egy sajátja, és ebbe soha sem lehet igazat adni senkinek, csak olyan nagyságrend irányokat lehet mondani, mert sosem lesz igaz az, ami a múlt éten igaz volt, mert valaki biztos, hogy hozzányújtná az autójához azóta. És akkor még ezt megfejelve, hogy ha egy fokot változik a pálya hőmérséklete, egy kicsit jobban fúj a szél, egy kicsit jobban befúj a homokot a pályára, akkor már 5 11 11 másodperc időkülönbség lehet, ha ugyanolyan autóval mész ki a pályára, ugyanannyi ez Ezt galult, majd kifejtem hogy... egyébként, amikor a, a, erőviszonyokról beszélgetünk, hogy mennyi mindent kell figyelembe venni, és mennyi mindent figyelünk egyébként. De hogy alapvetően, ugye mik voltak a nyers idők, itt azt mutatják, amit, amit láttatok a három tesztnap alatt, az összes teszt idő fönt van, és mindenkitől a legjobb idő, az összes versenyző, minden a 20 versenyző a legjobb idei. Ugye valódat a nevek, csapat, a használt keverék négyes vagy a hármas mindenkinél, senki nem használt az ötös például, 1-es, kette, egyes, kettes meg csak a hosszú etapokon került elő. Ott van, hogy mi a legjobb idő, aztán, hogy mely, mikor futotta a napon belül, hiszen ez sem mindegy, hány fokos uh, pályahőmérséklet nappal vagy már naplementébe, és aztán, hogy melyik tesz napon, ugye a Science legjobb ideje a második napon, csütörtökön volt de a nagy rész egyébként a harmadik napon ért el a legjobb eredményét. És ugye ebből azt látszik, Ez az látszik, hogy Ferrari egy 2 Na, ezt akartam mondani, hogy ha valaki erre ránéz, és egy csomó ilyen cikket olvastam is, a Ferrari nyerte a tesztet. Tehát egy csomó ilyen szalagcímet olvastam, mert hogy megnézte az adott úriember vagy hölgy, jó, hát a szóval két szóval Ferrari versenyző... Futott a leggyorsabb kört? Tényleg a Ferrari nyerte a tesztet? Most ez alapján? Hát a, a, a táblázat alapján a Ferrari volt a leggyorsabb, inkább így fogalmazok. A tesztet a Red Bull nyerte, azt majd elmondjuk, majd a hogy ér, Red De hogy az látszik, hogy a két Ferrari egyrészt közel is volt egymáshoz, második nap, harmadik nap is jó időt tudtak futni, de a négyes keveréken. És ha megnézitek, és akkor ebből a szempontból is emeljük ki a táblázatot, az első négy autó a négyes keveréken ment ami nem is lesz jelen a hétvégén, mert egy, kettő, három, ugye a, ennek a hétvégének a gumikiosztása, a három legkeményebbet hozza a Pirelli, mert ez egy nagyon gumizabáló gumigyilkos pálya, de az első négy az egyen lágyabb keveréken ment, ugye Russell ott van a mercedes viszonylag közel a ferrari az hogy elég közel, és joe van egy három tizedes hátránya, de ott van az Uberrel, amit Stake f szerepel, meg kik néven is van egy csomó, én Zaubernek fogom írni. Zauber-ezünk elvileg abban Zauber marad, marad úgyhogy az összes többi szponzor feliratot majd leolvassátok. Egyébként jól néz ki, nagyon jó, jól néz ki ebben ez a, ez a zöld, ez extrém jól néz ki, a kamera szereti, meg könnyű lesz őket észrevenni. És akkor, ha megnézitek, ott van egy minimális néhány százados eltérés, Perez, meg Ferstappen a hármas keverékkel a két Red Bull-al, és ott ők egy tizeden belül egymáshoz képest, rajta John, és mindössze néhány tizedre a Lökletől, és egy jó, hát 6-7 tized másodpercre, 7-8 tizedre inkább sainz De, és ezt majd kibontom kicsit később, most nem, ne is kapjunk ebbe bele, mert akkor elmegyünk egy totál más irányba, azt majd a végére akarom tartogatni. És akkor utána jönnek a többiek, megint négyes keverékek, Cunoda Albon, aztán Piastri hármas, Hamilton hármas, de ott már azért látszik, az egy 31-es tartomány, ahol azok az idők jönnek, és akkor jön a második lap, a másik oldal Alonso Aston Martinnal, szintén 3 keveréken, de 31-jel, Norissa McLaren 31-2, Ricardo. A négyes keveréket gyorsan hozzáteszem, de hát ugye látszik Cunodának a, az RB, itt Vikárnak nevezi a táblázat, mi RB-nek fogjuk hívni az egyik Alfa de ugye nagy víza felirat rajtuk lesz. A víza RB néven nagyon sok helyen lesznek feliratban, csak azért lesz fontos ezt kiemelni, nem mindig az RB fog megjelenni, lehet, hogy a vizát néha ki fogom mondani, ahogy most, de azért szerintem az idő 80-90%-ában ezt erdőzni fogja. Az erbi egyszerűbb egyébként, minden szempontból. a szóval négyes keverékek, és aztán ott a házakéről beszéltünk, hogy nem váltották meg a világot, de ezért a hármas keverékkel Hülkenberg, aki tavaly, nem felejtsétek el, hát, tavaly ben volt a Q3-ban. q Q3 hát 3 volt. Rendszeresen. Rendszeresen A q szezonnyitón is Q3-as volt Hülkenberg. Úgyhogy a ház ezen a pályán ne írjuk le, bármennyire is csak azt mondták magukról, hogy az évelejét biztos, hogy utolsóként kezdik. Azért ez az autó nem lesz annyira rossz, és ebből az időből, egyébként ebből a hármas keverékes időből, <coughs> hogyha nézitek, az Alonso által teljesített hármas keveréken futott idő, fél másodperc csak a különbség. Fél másodperc sokszor nagyon sok lehet, az évelén pont nem erről beszélünk. Az évelén mindig picit jobban kinyílik az óló, aztán megint záródik. És akkor akik igazából bajban vannak ott a vége fel, a két alpinnáluk nagyon látszik, ugyan hármas keverék, de 32 ön kívüli idő, és ugye a az a másik Zauberrel, amit egyébként meg azért ne érjünk Bottas nem is ment rá az egykörös tempóra, abszolút hosszú távra, gyúrt ugye, és ott van Joe a negyedik helyen, Sargent a másik williams szel szerintem ugyanúgy meg lesz a különbség kettőjük között idén, mint tavaly Alexander Albonnal, és Magnussen a másik házszal, aki szintén nem ment rá az egykörös tempóra. Úgyhogy akik igazán fájon nézhetik ezt a táblázatot, azok az Alpin szurkolói, az Alpin versenyzői és az összes csapattag. Mert az Alpine-nál, de ezt is meg kicsit később kibontjuk, nem nagyon látszott se egy körön, se hosszú távon az, hogy mit akarnak, vagy mit tudnak ezzel az autóval elérni, azon kívül, hogy küzdeni fognak a Q1-ből a továbbításért. Én azon gondolkoztam, hogy a kinyert a tesztett témakör, az milyen megvilágításban ér a leginkább értelmet, és én arra jutottam egyébként, hogy így a tavalyi szezonhoz képest. Ki hogyan teljesített a mostani tesztennek? Nekem az nekem a az, az, az előző teszthez Nem, az képest? előző év végéhez képest. Aha, most érde. ki hogyan áll az autójával. És ebbe a képbe minden beletartozik. A hány kilométert tettem meg, mennyi beállítást tudtam kipróbálni, hogy néz ki az autó, hogy néz ki a sebesség, hogy kopnak a gumik. Ennyire voltak magabiztosak. Éppen a nyilatkozatok is sokszor beszédesek. Igen. Nem mindig kell mindent elhinni, de azért... Ha, ha, nézed a közvetítést, ha látod az arcokat, látod a reakciókat, most nyilván nem szándékosan, de hát az Alambi, ez a az e, féle mosoly, annál az 1.31.3.44-es Ferstapen körnél, az, 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 az annyira, azt neked átküldtem pedig, nem ezt tudom, néztem. berakjuk -e, vagy hagyjuk, de szerintem mindenkinek meg volt, hogy volt a fejükben egy köridő, erről is fogok majd később beszélni, szerintem annál is jobb lett az a kör, és azért nevettek ennyire össze, mert ez a, Na, hú, azt azért nem gondoltunk, hogy ezzel, ezzel az üzemanyag mennyiséggel ez a kör is kijön. És pont ez, ezek azok az apróságok, amit ha figyeled a tesztet, vagy ha ott vagy a helyszínen, akkor átjönnek, úgy valahogy úgy kicsit úgy, mint a, a teát, ahogy, ahogy szépen megszűröd otthon, hogy nem engedett el, amikor nem filteres teát iszol, akkor úgy szép lassan azért a lényeg, az esszencia átjön, de ehhez ott kell lenni mindenen, és minden egyes építőkövet össze kell raknod, mert ha csak úgy ránézel, hogy az előbb mondtad, a kinyitott, hogy na lám, mi volt, abban nem, ez abban abban nem tudom meg, megfejteni a történet. Egyébként az is beszédes, bocsánat, csak ha Hogyasak? már, ha már rétbül, ugye Helmut Márkonak is volt egy elég érdekes nyilatkozata szerintem ő levezette, hogy igazából amit elterveztek, a sikerült megcsinálni, mindenben tudtak előrelépni és fejleszteni, és az volt a kedvencem, az utolsó mondata Helmut Márkonnak, a Servus TV-nek adta ezt a nyilatkozatát, és én megnéztem, bár németül nem annyira értek, de kíváncsi voltam a reakcióra pont azért, amit Gábor is mondott, és a végén azt mondta, itt belevigyörögve be a kamerába, mind mosolygunk. Hát, szerintem azért az elég beszédes, hogy már a szezon előtti teszteken azt mondja Helmut Márko, aki kifejezetten tudva lévő, hogy a nyerségére, az őszintességére híres, és azt mondja, mind mosolygunk. Hát igen, van, van, van min. Nyilván nem a Red Bull-al fogunk kezdeni, de ugye minden csapatot majd egy kicsit így ízekre szedünk, és, és megvizsgáljuk többek között Gábor adataira is támaszkodva. Nekem egyébként három csapat van összességében a fejemben, akiket így kifejezetten figyeltem, és, és kifejezetten nem mondom, hogy meglepődtem, de azért úgy azt mondtam, hogy na, ez vagy érdekes, vagy éppen negatív. Az egyik ilyen csapat az az alpin volt, arról nem kell, itt már láttam a komment szekcióban a Failpine, meg a Alpine, meg az, <laughs> <meg gül> az, ah, az, ah, az összes ilyen ah, szenzációs megfogalmazásokat. Tényleg gáz a helyzet, gyári csapatról van szó, úgyhogy... Ö, Ugye itt az elemző műsorban beszéltünk Gáborral arról, hogy milyen módosításokat hoztak idénre, viszonylag sok, de főleg hangzatos változtatásokat. Nagyon, és nagyon ígérgettek, hogy ez, nagyon most, ez ez, egy nagyon agresszív volt, autó. Nagyon ez egy nagyvá... oda Igen. Igen, év ez lesz most lesz egy és itt most minden lesz, hát egyelőre nincs. Egyelőre is nincs. Nincs. az látszik, hogy nem látszik ez a nagy revolució. Egyelőre nincs. Ez, 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 volt feltűnő. A másik az ezt. Az oh, Francia okay. forradalom forradalom altatás. <laughs> majd később jönnek. Igen, Igen Alpin volt az egyik, és két pozitív volt, az egyik a Mercedes, akiknek <laughs> ne, én még most nehezen tudom belőni a tempóját, lehet, hogy Gábornak egy kicsit pontosabb adatai vannak, vagy, vagy jobb megérzése. Én nagyon, én nagyon el tudom képzelni a Mercedes-t egy ilyen második, harmadik, inkább harmadik erőnek, meg negyedik, ötödik erőnek is, de az biztos, hogy az autójuk sokkal, sokkal jobban néz ki, mint tavaly, több, több okból is, ezt majd ott, ott kifejtem. Vannak gondok, de viszont vannak szerintem több pozitív előjelek, meg a Ferrari, a Ferrari volt az, akik végig számomra, nem mondom, hogy meglepően, de hogy, de hogy nagyon stabilan hoztak jó teljesítményt, hosszú etapokon is, rövidebb etapokon is, bár inkább a hosszú etapokkal volt ugye tavaly probléma, megbeszéljük, amikor meg, ők jönnek. Abszolja. Melyikkel kezdjünk? Következő? A picit még nézzük meg ezeket a pirális adatokat, hogy mégis a tesznek, hogy használták a gumikat a versenyzők, meg ugye általában, hogy néz ki a... Erre gondolsz? Arra gondolok szerintem, igen. Parancsoljatok. itt van a három napnak kép. a, menüje, az étlap, hogy ki mit és látszik az öt keverék. Menjünk alulról fölfele, mert igazából alig használt irányokból menjünk. Kétféle adatot láttok rajta, hogy melyik gumikeveréken ki hány kör teljesített, illetve, illetve, illetve hány kilométert pontosan, megy a kilométert adott meg a Pirelli. Tehát az összes csapat hány kilométernek kezdte az adott keveréket illetve hogy mi volt a leghosszabb etap, amit az adott keverékkel megtettek. Hát az ötösön ugye sok értelme nincs, néhányan főrakták, de éppen hogy csak megosolni, hat kör volt a legtöbb, amit valaki egyben megtett, és összesen 140 kilométert mentek, tehát minimális, épp hogy csak szerintem ránézett néhány csapat. Aztán a négyes keverék érdekes, ott öt volt a leghosszabb, aki ugye a mezőny fele használta a négyes keveréket. A mezőny öt csapat használt négyes keverékes köröket, illetve ment rajta értelmezhető, vagy a leggyorsabb körét, mint láttuk, a öt csapat hozzá nyúlt a négyes keverékhez. Öt kör volt a leghosszabb, ebből is látszik, hogy igazából a egykörös tempó megértésére használta, aki használta. Viszont 530 kilométert beleraktak, tehát viszonylag sűrűn használták azok, akiknek volt az öt csapat. Aztán a legnépszerűbb keverék az egyértelműen a hármas volt, ugye a, ami a hétvégén a lágy keverék lesz, gyorsan hozzáteszem. Itt ugye a, amúgy a, a, szortiment a kínálat középső tartományáról beszélünk, vagy a közepéről. Ez 13.170 kilométert mentek rajta, és 21 körös volt a leghosszabb etap. Ez majd fontos megegyezni a hétvégi a stratégiák futama. szempontjából, hogy a, hogy a lágy is 21 kört, a leghosszabb etapban persze kibírt, kérdés persze, hogy ez milyen e, köridők mellett. Aztán ott a kettes keverik, ami a hétvégi közepes lesz, az 2472 km-t kapott, és 20 kör volt a leghosszabb etap rajta, 20 körös. És aztán az egyes, ami szintén népszerű lesz, főleg a versenyen, a tavalyi versenyen is e, nagyon sokat használták, 25 körös volt, az volt a, azzal volt a leghosszabb etap természetesen, és 3722. Kilométerrel a második legtöbbet használt gumikeverék volt a Pirelli kínálatából. Na, ennek fényében, nagyjából azt szerintem kirajzolódik, hogy itt a hétvégén, ahogy például tavaly is a kemény és a lágy jöhet majd első sorban szóba, hogyha stratégiáról beszélünk. És majd a közepes, ami itt ugye a kettes lesz, az alternatív stratégiák szempontjából jöhet szóba. De alapvetően az látszik, hogy azért az a 20 ezer kilométer azért az összejön szépen lassan innen, onnan, mondan, és ez nem kevés gumit kell elcipelni egy adott tesztre. Ugye 35 garnitúrát kérhet bármelyik csapat, 35 garnitúrát visznek a tesztre, amiből 30-at lehet felhasználni, tehát mindenkinek oda viszik a 35-öt, és a végén az általa preferált 30-at választja ki belőle. ezeket lehet a három nap alatt elautózni. Nekem egy gondolatom van ide csak, hogy ez egy feltételezés, de, de én úgy Nyilván statisztikailag, de hogy a legtöbbet használt keverék a szezonban, a legtöbbször elérhető keverék a szezonban, az a hármas, nem? Azon a range közepén. Hát, Tehát az, 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 az ugye hát mind, az minden mindig Minden irányban ott van. játszik. Így az, az mindig jem. ott van, és emiatt is valószínűleg érdemes azt a gumit igazán jól feltérképezni, mert azon fogsz, ha az egész azon nézel, a legtöbb kilométert eltölteni. Ha Azon megérted az autódat, akkor valószínűleg a legtöbb pályán lesz egy jó alapod, amihez tudsz nyúlni. Igen. Hozzátéve ugye, hogy Bahreinről híresen azt szokták mondani, hogy nagyon gumigyilkos pálya. Nagyon, nagyon. Miért? Mivel nyilván ez meg Nagy, elsősorban? Nagyon érdes az aszfaltja, és a homok az extra uh, kihívást ad, mert még inkább a smirgli effektus még inkább bejátszik az, az amúgy is érdes aszfalton, és a hátsó tengely terhelik, nagyon a kigyorsításoknál nagyon sokat kap a hátsó tengely, tehát itt úgy kell belőni az autót, hogy valamilyen alap, pici alulkormányzottságot legyen, hogy egy kicsit jobban az elejét próbál terhelni az autónak egyensúly szempontjából, mert a hátulja előbb-utóbb úgy is elkezd elkopni, csak meg kell valahogy akadályoznod. Ugye az autó beállításánál mindig azt veszed figyelembe, hogy egy pálya inkább első tengely, vagy hátsó tengely vagy szerencsés esetben semleges, tehát egyszerre egyformán eszi a két tengely gumiait, és amelyik tengelyt jobban terheli, azt kell egy picit tehermentesítened, és a másik irányába elvinned a beállításokat, hogy körülbelül egyformán tud koptatni a négy gumidat. Én versenyeztem ezen a pályán két éve, és minden találtam azt, amit a Gábor mondott, még kiemelnék egy dolgot, ami tipikus az ilyen sivatag közeli pályákon, ahol mennek napközben és este is. Katarpont ugyanilyen volt elképesztő különbség van villanyfényben este, és, és a, a, teljesen, vagy, vagy minél közelebb az estéhez, akkor inkább úgy mondom, tehát minél, minél hogy megyünk bele a délutáni időzónába, elképesztő a, a, a különbség tapadásban. Tehát, hogy, az egy... egyensúlyban, hogy megváltozik Meg, meg az, 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 autó az autó egyensúlyban, minden megváltozik, és az volt nagyon érdes, és nem tudom, szombaton kémész a pár délben, ugyanolyan idő van másnap, de picit más a szélirány, egy kicsit több homok van a pályán, és már megint teljesen megváltozik az autó egyensúly, és erre egyébként a csapatok panaszkodtak is, hogy nagyon nehéz így az autót kitapasztalni, hogy akár napon belül is a szélirány, a homok mennyiség, a minden változik, tehát ezekkel is a mérnököknek meg kell küzdeniük. az érdekes, hogy ha már itt Dubai én meg Dubájba mentem 24 óráson, Úgy ugye meg az egész napot körbe versenyzett, tehát ott van reggel, délbe, este, éjszaka, mindent, az összes hőmérsékleti tartományt feltérképezed, ami csak létezik azon az égeven, a homokkal együtt. És elképesztő tényleg, hogy ahogy ugyanannak az autónak, amit beállítottál, nem nyújtál hozzá, csak a gumikat cseréled rajta, meg a pilótát, hogy teljesen máshogy viselkedik délelőtt, meg délután, megváltozik a szélirány, megváltozik a széljárás, eleve ott ugye a Perzsőből környéken. A szél, szél, szél híres. Hát igen, és ott a szél nagyon sűrűn változtatja az irányát, és viszonylag igen. nagy szélőkések, vagy viszonylag erős igen. szeles napok is lehetnek, meg aztán nem feltétlenül ugyanolyanok van, hogy napon belül, vagy egy napra a másikra homlok egyenes, a másik irány, most a teszten is előfordult, kezd fújni a szél. Igen. És tényleg aztán, ahogy lemegy, visszahűl, 30 fok alá megy az aszfalt hőmérséklet is, akkor meg elkezd az autó teljesen megváltozni. Eleve jobban is húz, a motornak is sokkal jobbat tesz. Igen. És onnantól kezdve már, már más lesz az autó egyensúlya, és tényleg, mintha nem mondom, hogy nem azt az autót vezetnéd, de mint nagyon elállították más. volna. De nem állították el, csak megváltoznak a körülmények. Hát és a panaszkodások, én kétszer is átértem a helyszínen, hogy leesett az eső. Nyilván nem nagy. F2-esek egyébként, de ezt volt teljesen elmosta. Abszolút, és ekorábban. akkor jöttek a csapatok, hogy gyerekek, bár rendben eső, ne szórakozzatok én már. Hát, előfordul. Hát. És előfordul abszolút. Ugye a, a, futam, az meg helyi idő szerint délután 6 órakor kezdődik majd. Ugye ez a klasszikus lemenő nap fényében egyszer csak belecsapunk a, a villanyfénybe, igen. lehűl a hőmérséklet, szóval ez is így izgalmas. most is tenni. van is egy, még azt van egy olyan... Egy jó képed? Igen, szerintem átküldtem, néz meg, hogy látsz hát, mint csak két, két grafikon látszik, egy fehér alapon. A hőmérsékleti tartományokat akartam megmutatni, hogy napon belül ez? hogy, hogy változnak a hőmérsékletek, annak kell lennie. Azt csak az egyik napnak megmutatom, a második napnak fogja Máté berakni a, ha, ez az. a napi hőmérséklet változásait. Ugye alul, amit látok, az percben a teszt elejétől a teszt végéig, a teszt nap végéig az idő múlás. Ugye 540 másodpercről beszélünk, 9 óra hosszúságú volt a teszt, egy e idő szerint, és ennek a 9 órának, ugye ott van másodpercben alul, és a hőmérsékleteknek a aszfalt hőmérséklet, fönt az aszfalt hőmérséklet. Nem, perc, nem? Pe pe ott percben, mit mond, mit mond másodpercet, másodperc, igen, igen 540 másodperc, az lenne perc, az, az igazi jó, teszt. Hát ez egy gyors teszt. Na most oldjátok meg. <laughs> szóval fönt van narancsárgával az aszfalt hőmérséklet változás, kékkel pedig a levegő hőmérséklet változás. Ugye látszik, hogy a levegő hőmérséklete valahol 22 és 24 fok között, vagy 21 és fél, és 23 és fél fok között változik alul, és aztán ahogy lemegy a nap, azért majdnem, hogy a 20 fok környékére leghúszik, de gyorsan hozzáteszem, a második nap volt a leghűvösebb nap, ennél az első és a harmadik is melegebb volt két-három fokkal, és ami látszik, hogy az aszfalt amikor elindul a teszt, akkor 27-28 fokos aszfaltról indulnak, aztán meredeken emelkedik, ugye a déli órákban fölmegy közel 40 fok környékére, vagy 40 fok fölé, és aztán utána, délután, hogy megyünk bele a délutánba, a naplementébe, jövünk vissza ebbe a 30 fok alatti tartományba, és a teszt végeztével, amikor a sípjába fújt a bíró, akkor már 25 fok alatt volt. És akkor ezek azért, tegyük hozzá egy hatalmas változások, mert ezek az autók nagyon érzékenyek, 1-2-3 fok, Igen. 120 fok és főleg hőmérséklet változás, hiszen a talajhoz nagyon közel mennek, tehát pont abban a tartományban mennek, ahol amúgy is jobban felhevül, a, levegő, és ott azért nagyon érzékenyen reagálnak erre. Tehát konkrétan a csapatunknak a beállítási mátrixuk úgy van megadva, hogy milyen hőmérsék tartományhoz. Tehát megvannak a leszorító erők, megvan, hogy az milyen szántsöggel hogyan, de megvan az is, hogy hány fokos aszfalt és levegő mellett, mert nem ugyanannyi, nem levegő fogsz találni 5 fokkal alacsonyabb vagy 5 fokkal magasabb hőmérsékletek mellett. Ráadásul azt még hozzátenném, hogy ugye mondtad, hogy lemegy, vagy hát egy grafikon szerint is lemegy ilyen 20 fok környékére a levegő hőmérséklete, de amikor el mellé szél jön, akkor az a sivatagi szél, az Igen. teljesen más szél. Tehát hiába volt, egy csomószor átéltem, 20 fok volt, 18 fok volt. De egy voltunk, mert egyszerűen olyan hűvös szél jött, ugye a sivatagi szél, amit mondtam az előbb, hogy ott azért fáztunk rendesen, és erre is föl kell készülnünk. Há, egy dolgot akarom még megmutatni, csak így berajzoltam rajta, itt két autó ért el a második napon a legjobb idejét, ami az előző táblázatban, vagy az abszolút táblázatban mutattuk. sainz a Ferrari, illetve itt a Okonféle köridő a Alpinnál, és ugye csak azért raktam be, hogy mikor, milyen pályahőmérséklet mellett, és már ez is okoz köridő különbségeket. Ugye jóval hamarabb autózt a sainz, még a délután Viszont a középső részében én délután 4 óra körül, ha jól emlékszem. És ugye látszik, hogy okon pedig már az utolsó órában, az arany órában, már nagyon erősen lefelé, lefelé menő, hát a köridő szempontjából mindenképp. És ha megnézitek, ugye ez egy 26 fok környéki hőmérséklet, a legalacsonyabb hőmérséklet volt egyébként az összes legjobb köridőt tekintve, ez a legalacsonyabb aszfalt hőmérséklet mellett elért idő, ez az alpinos. És ugye ez még az egyik legmagasabb aszfalt hőmérséklet, ez a 31 fokon elért idő, ami az 29-9-21 az egyedüli egy belüli kör. Úgyhogy már önmagában ennek a két körnek az eltérő a hőmérséklet adatai, és a délután különböző tartományaiban futott adatai alapján is azt mondjuk, hogy a meglévő különbség, amit látok köridőt, az, hogyha ezt egyforma körülmények között történt volna adott időben, akkor az megnőne, mert uh -huh. itt többet veszít az autó minden szempontból, mint egy ilyen tartományban, hőmérsékleti tartományban. Na hát akkor várjuk a meteorológusokat, hogy írják meg ezen a héten milyen idő lesz bárrendben, elsősorban természetesen szombaton a futam napjára vagyunk kíváncsiak, mert nyilván a kvali az még azért egy döntő tényező lehet, vagy befolyásoló ilyen szempontból. Na, következő kép. Mi legyen? Na, nem, ezt akartam. Na, no, World Championship. Történt. Igen, mert a, ez Jó lesz a, a, a kalendárium miatt nyitottam meg, mert ugye annyi változás van, hogy még igen, szoknunk kell egy picit. Red, Red hoztam azért sok képet, mert ott azért látszott. Ezt a piolását gondoltam? Még el? változtatás sok ugye a bemutatóhoz képest, vagy most láttuk igazán, hogy hogy változott meg ez az autó. Szerintem kezdjük azzal, és akkor ott egy csomó képen átmehetünk így gyorsan, ilyen röptében. Kezdjük ezt, ami, ez nem piolás, ez a ha, a rajz, ez a KD drawings -nak a rajza, múltkor is hoztam egyet de lesz pióla is, ha már Igen, szóba nem, osztuk. azt néztem az előbb, bocs. Itt ugye pont az a két <coughs> periszkóp légbeömlő, ami a, ami a Glória mellé mögé került, ami, ami, nem látszott a bemutatón egyáltalán, azt teljesen, teljesen titkolták. kitakarták, és ugye ide raktak egy újabb két hűtőkört uh, szimmetrikusan megosztva, olyan helyre, ahol még soha nem raktak egyébként hűtőnyílásokat, és ezek valóban uh, hűtősi célból kerültek oda, hogy a hibrid rendszer hűtései kerültek ebbe a tartományba, abba a zónába, és az kapja két oldalról a levegőt egy olyan részen, ami egyébként amúgy is ilyen turbulens, a meg a pilóta levágó leváló légáramlatokkal, elég koszos levegő van ott, a legalább úgy voltak vele, hogy jó, akkor elnyeletjük ott egy picit, és akkor megy azért ott egy hűtő fele, vagy több hűtő fele is adott esetben. Ugye itt fölül is vannak hűtő zónák, ugye itt a bukocsön belül a motor is kapja a levegőt, de nem csak a motor kapja a levegőt, hanem például a hajtásnánc hűtése, tehát például a differenciál hűtés, a váltóhűtés az onnan jön, onnan kap levegőt, de hát a nagy truvály meg majd az oldalszekrényekben van, amit most már rendesen láthatunk a képeken, Dani, azt szerintem te meg. Az a... is ha már kimentél mi no. gyere egyszer! Az a, az a, az a, nem lengőkar. Van ott több regulos. Uh, Akár az, azt most megmutatjuk élőben, de és akkor követ. Ez csak az, amit az előbb a rajzom. Igen, Én, it a itt látjátok nagyban az, amiről Gábor beszélt és nem tudom, emlékeztek-e még arra? Én láttam az autót egyébként élőben, Milton Keynes-ben, és akkor még ez teljesen be volt falazva. Tehát, hogy itt, itt semmi nem volt, megint a fejem az kikerül a képből, de mindegy. Túl magas vagy ez a baj. Egy kicsit, le, kicsit be. Jól Én nekem rossz az arénimikám, az, az biztos az eszed fejszenye le. És itt látjátok, hogy itt pont látszik még a glóriából egy rész, és akkor ugye itt megy a glória alatt igazából be oda a levegő, és akkor megy a Gábor mondta a hűtő felülethez. Szerintem Máté válthatunk egyébként. Uh, ugye, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, ez szerintem addig visszajövök, hogy átszódja kis a, a kéne, nem? Ami János. nagyon fontos a ilyen szépen. téren, amit nagyon fontos megérteni, Melyik az? hogy ugye az minden egyes... Balra egy, egy kicsit bar. Ez? Igen. ami keresitek, nem. addig... Ott. Ott. Aha, na megvan. van Akkor itt mutogatom. Na, szuper. Tökéletes kép, ugye ez, erről folytak folyamatosan a találgatások, hogy vajon milyen megnyitások, milyen légbeömlők lesznek a Red Bull-nak a szájtpodján. És egy dolog van, egy nagyon fontos dolog van, kicsit lejjebb Kicsit Google le. Erre? Úgy, úgy jó. Uh, hogy ugye próbálják a mérnökök... Mennyi terpesz? Jól mondja, Terpes az a, terpesz, 190 szóval, fölött terpesz. Szóval, szóval uh, ugye a mérnökök folyamatosan azt, azt, azt próbálják, hogy így lavíroznak egy, egy ilyen, egy ilyen mérlegelméletet, vagy mérlegelvet képzeljetek el, hogy ugye minden megnyitás a levegőnek az útját állja, ezekről a kis elválasztó terelő elemekről ugye különböző örvények válnak le, és ezt próbálják a létező leghatékonyabban elosztani az autón, és éppen ezért találták ki nyújjék, hogy egy olyan helyre vezetik, olyan helyen nyitják meg az autót, és olyan helyen vezetnek be levegőt, ami egyébként is nagyon zavaros, és ott egyébként nem tudnának olyan hatékony leszorító erőt növelni, tehát valószínűleg kevesebbet veszítenek aerodinamikai hatékonyságban, hogy ott felül vezetik be a levegőt, és itt látszik, hogy van egy horizontális, ez is folyamatosan ugye egy ilyen kérdés volt, hogy olyan, hogy fogja megoldani valójában a Red Bull a légbeömlést. Itt van egy horizontális, itt pedig egy vertikális. Tehát két különböző megnyitás van, és elég sok uh, hangot lehetett hallani, hogy ez vajon a Ferrari-féle ilyen S-csatorna, hogy valahol kivezetik, vagy sem, Gábor. Én úgy De nem. tudom, hogy végül nem az. Nem, ez egy Nekem ez is rendes az állt össze, nyílás, ez a... Közben visszamászok vissza ide. <laughs> Ott a töltő levegő, levegő kap hűtést. Tehát a töltő levegő hűtő az, ami alulra került, és egész érdekes elrendezésem a Red Bullnak, az is teszi lehetővé egyébként, hogy teljesen áttervezték a a hűtőrendszerét az autónak, a, hűtőelemek elhelyezkedését az autó belül, és most egyébként, amikor ez kiderült, akkor világosodtam meg egy tavalyi hír kapcsán. Mert amikor tavaly arról volt szó, Pierre Váséval volt egy beszélgetés valamikor, hogy hogy néz ki a, Red Bull, a tavalyi Red Bull akkor még, és hogy mennyi ideig tervezték, és ki hogyan, hogy vett ki belőle a részt. Ugye Pierre Vási hivatalosan a technikai igazgató, idén nyúj, fölötte van egy ilyen karmesteri szerepben, de igazából nem hivatalosan technikai igazgató, de mindenbe bele szól, kicsit mindenbe belekóstol, és akkor utána elmondja, hogy mire, miről mit gondol. És tavaly volt egy olyan hír, hogy Édén Nyúj, szerintem pont Pierre Váselyi mondta, leginkább a hűtőrendszerrel foglalkozott. A hűtőrendszerre volt elfoglalva, azt szerette volna kicsit. Emlékszem, ez valami őszi de azt, nem, volt. de azt nem mondta, hogy a jövő évi autóval kapcsolatban, vagy most, de szerintem most derült fény erre, hogy Édén Nyúj ezen dolgozott nagyon, hogy annyira, tehát ehhez a koncepcióhoz hozzá, hozzászabjanak egy hűtőrendszert, mert ezt a koncepciót anélkül nem lehet megvalósítani, hogy nem dolgozod át teljesen az alapvetően elfogadott normák szerint felépített hűtőrendszeredet. Tehát ezt a megoldás senki nem tudná átvenni azokkal a hűtőrendszer elemekkel, amikkel egyébként egy átlagos csapat dolgozik, vagy ami bevett szokás évtizedek óta. Ugye amikor bemutatták ezt az autót, akkor a legtöbben egyből rámondták, hogy ú, akkor most a Red Bull elment a Mercedes irányába, ugye a szalakcím meg azok így szóltak, a Mercedesnek nem működött, de a Red Én. Bull megoldotta, Én. és azért most már, hogy látunk több képet, itt, itt, egy teljesen más típusú megoldásról van szó. A Tehát ott van hely megoldásában, Hasonlít, de, de, más. oldották meg. Mert ugyanúgy ott vannak bent a hűtőradiátorok, csak igazából úgy néz ki, amennyire láttam, meg néztem én is néhány, néhány rajzot, úgy néz ki, vagy, vagy, vagy úgy van felépítve, mint hogyha igazából úgy hajtogatták volna oda a v radiátorokat. Alakban van gyakorlatilag, tehát hogyha megyünk hátrafelé, így előről szembe itt van a hűtőnyílás fölözösség, és a v alakban van két nagy hűtő egymásra rakva, tehát ez a, a motornak a, a hűtője, és alatta itt szinte össze is érnek, és ki van hajtva a levegő hűtőnek a hűtője, és az lent fekszik gyakorlatilag majdnem, hogy a ez alján, és az kapja azon a függőleges oldalsó vékony keskeny keresztül a levegőt. Tehát a felület ugyanúgy megvan, amire szükség van, csak jobban, De, okosabban van elosztva. Igen, és, ki, és, annyival kisebb a felület, amennyivel több cuccot fölpakoltak, ami miatt ugye a két periszkóp beömlő oda került, meg egy csomó minden más még a középvonalba, és így tudták szétosztogatni azokat a nagyobb felületeket, amit általában egybefelületként, vagy, vagy két irányba eloszva használnak a csapatok általán. Hát ugye erre mondták a Red Bullnál azt, miután megjelentek ezek a szalagcímek, hogy a mercedes másolja a Red Bull, vagy a Mercedes-től vett át valamit a Red Bull. Most nem tudom, hogy nyújj de valaki a Red Bull részéről, hogy az alapja az valóban az. Tehát a Mercedes-en láttak valamit, ami nekik tetszett, az alapján indultak el, viszont valóban át lett dolgozva, és aztán még oda szúrtak egyet, hogy egyébként jobban fogjuk használni, mint a Merci. Igen, tehát, még te. azért ez a fajta kis konfidenc is megvan itt a végén. De ugye de, de, de alapvetően ugye a, tőlük láttuk, tehát ugye ez, 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 ez azért nagy mértékben egy, egy teljesen egyedire szabott megoldás, és ami, amit láttak, mit láttak, azt, azt látták ott, hogy, hogy meg lehet, valószínűleg meg lehet úgy is oldani, hogy kisebb ilyen légbeömlő megnyitások legyenek a szájtpontnál. <hül> így lehetett megoldani a Red Bull szerint, ugye a Mercedes másképp oldotta meg a Red Bull, megnyitotta máshol a kasznit, amit valószínűleg a Mercedes nem tudott, vagy nem mert bevállalni, vagy nem volt az erőzetes tervek, a kokpit nem tette lehetővé, ugye ez nem úgy néz ki, hogy az autó oldalán egyszer csak létrehoznak ilyen megnyitásokat, az egész kokpitet, az egész autót e köré kell Úgy van, mindent oda kell tervezni, tehát ezek mind minden belül is burkolva vannak, tehát nem szabadon áramlik belőle a gúnya alatt oda, ahova akar, ezek mind csatornázva vannak, tökéletesen ki van találva, és az összes többi elemnek is ehhez kell idomulni, minden vezetéknek, minden egyéb hűtésnek, minden egyes négyzetcentiméter előre ki van találva, nem csak úgy találomra pakolgatják az elemeket. És ugye az a durva, hogyha mondjuk ez, ez drasztikusan nem működne, ami mondjuk a Mercedesnél azért nevezhetjük drasztikus, de eléggé nem, eléggé nem. Eléggé nem Ebben volt nehéz visszajönni. és a Mercedes nem is tudott visszajönni évközben belőle. Ebben tehát, ha a Rebunak ez nem működne, amit most már a teszt nem ezt mutatta, de hogyha nem működne, akkor ebből megint csak ugyanilyen nehéz. Tehát ha bevállalsz egy, egy, merész irányt, akkor onnan nagyon nehéz kifarolni. Ugye, a Red Bullnál azt mondták, hogy nekik van egy zérópod is, és azt suzuki be akarják vetni. Hát ugye ezt, ezt pecskaként felmerült, de így azért megnézve, amikor le van véve a gúnya a Red Bullról, és megnézve, hogy alatta hogy néz ki a hűtőrendszer elrendezése, teljes zérópod elképzelhetetlen, mert, mert oldalirányban azért valamennyire kitüremkednek ezek a hűtőelemek. De ha akarják, ennél jobban rá tudják faragni, kérdés, hogy van-e értelme minden Megmertjük. esetre nagyon nagyot vállalt a Red Bull, meglepően agresszív lett, és egyébként azt becsültem mindenkiben, hogy az összes technikai igazgató és az összes csapat úgy nyilatkozott, hogy na hát ez, ez rohadt bátor dolog volt a fene el. Tehát, hogy mindenki csettintett rá egyet, mert ez, mert ez tényleg bevállalós. Főleg úgy, hogy egy olyan irányt karoltak föl, amivel, a Mercedesnek beletört a hát, bicska. Sőt, nem tudom mennyire igaz, de Csakó Perez nyilatkozott azok után, hogy meglátta, hogy a vezette először a Red bull a teszten, és azt mondta Perez, hogy ő teljes egészében most először látta az új autót, és hogy leesett az álla, nagyon meglepődött, és hogy ő Még ugyan is. mondták neki, hogy ez egy kicsit alternatív megoldás lesz, de hogy őszinte szólva erre nem számított. Most rakd be biolás, ez a jólás rajzot, most rak be, mert azon még akartam szerintem mutatni valamit. Jólás, ami? Ami, az ami? Rajz. Ez Ez itt nem alul? az a Mercedes, az, az a Mercedes es rajz. Hova tetted? Ja, tovább. Nem is ez. Te, te pakoltad el, de mindegy. Akkor figyelj, ha akkor nincs itt. Akkor aki... De hol van? Nem az hát, nem az a... állókép, az nem Le, az? az nem küldtem át. Följebb kettővel? Ez? Az az nem az? Az csak a, azt, azért mutassuk meg, hogy valamit el akarok gyorsan mutatni rajta, az egy fotó. Tessék. Ez is sokszor szóba került az elmúlt héten, hogy a, hogy a, Red Bull V alakú monokokot csinált, hogy mi ez a V alak, és erről már a briefing room beszéltem a VG Motorsporton, de akkor elmondom itt a box is. Ugye, ami, amitől V alakú a monokok, de ez nem egy újítás, a Fettel érában ugyanilyen volt a monokok, tehát ugyanezt megcsináltam ennyi új többször. Az a lényeg, hogy ugye általában szemben megnéztek egy monokokot, akkor szabályos négyszög alakú lekerekített élekkel. Amit a Red Bull csinál a legtöbbször, hogyha van rá helye, meg -e energiája, pénze, minden egyéb, de leginkább, hogyha a koncepció ezt kívánja, akkor fogja, és az alsó részét az befelé összehúzza, valóban ilyen vialakban azért raktam ide ezt a nagy zöld nyilat, azért, hogy itt a levegőnek minél több szabad terre legyen áramolni, alulra oda a Venturi csatornák szája felé, és ez az a V-alak, amit egyébként most már többen elkezdtek másolni, tehát hogy a, aki monokokot ö, ö, változtatott, jelentős mértékben álltak az Alpin is, a Mercedes is. Ö, ezt majd évközben fogjuk látni, mert ilyenkor nagyon nehéz, amikor rajta van az orkup és nincs így lekappa az autóról. Többen megcsinálták már ezt az alul v elmenő, a v elkeskenyedő monokok alsó. De egy ezt... dolgot még had, hadd hív. tehát hogy ezek amiket itt láttak, ezek ilyen csatlakozók. Igen. Tehát, hogy ahogy az orkúpa a cserénél rámegy a, a, erre a az szegmérs, is ott, is ott, szépen azok így becsatlakoznak, itt van a munkahenger, és akkor így megy a kommunikáció, az adatkommunikáció a szám az autók között, az autó komputerei között. Meg a kis kormányrúdot még szabad. Ne, nekem Na. az a furcsa, csak most beszélgettünk erről, és ugye tényleg Nekünk is leesett az állunk, a, mondom, Csakú Perez is állítólag szedegette össze magát, hogy milyen autót építettek. Miért vállalták ezt be? Tehát, hogy volt egy olyan szezonjuk tavaly, rekordokat döntökettek folyamatosan, mindenki arra számított, hogy egy picit módosítanak rajta, és akkor ott folytatják a bajták, Hogy ez, ez most vajon mi lehet? Ez egy, nem tudom, túlzott kreativizmus, építsünk valami még jobbat, még durvábbat, és Tehát azért. Nem válaszoltak erre, hogy ebben mennyi az igazság, nem tudom. Ugye azt mondták, hogy azt érezték, hogy annyira az a szabályrendszernek az olyan irányú megközelítését, hogy azt érezték, hogy ha nem változtatnak, akkor a többiek utol fogják őket érni, mert mindenki megpróbálja az ő irányukat követni, és előbb-utóbb rátalálnak ugyanarra a tempóra, útra, mint ők. Tehát, hogy abban abba már nem volt több. És ebben meg éreztek előrelépést, és ezért megcsinálták ezt, és ebben az a kegyetlen, hogyha ez tényleg így működik, ahogy ez kinéz, akkor ezt a többiek nem fogják tudni menni ezzel idén idén semmiképp. Hát és, és jövőre nincs, meg már felesleges. 25-re nincs nagy értelme egy új irány Igen. bevállalni, úgyhogy 26-ra már tök új autókat kell építened. Úgyhogy ha ez tényleg így működik a Red Bullnak, és még nem kezdődött el a szezon, azt tegyük hozzá, és megbízhatóan jól működik, ha bár egyelőre megbízható volt, az abszolút tempót még nem látjuk, csak sejtjük, de hogy, de hogy bevállaltak valami olyat, ami úgy néz ki, hogy Hogyha a és most, most, megint csak azt mondom, és egyébként erről többször beszéltünk szerintem tavaly adásban is, boxkiállásban is sok el hogy lehet, hogy a Mercedes fogta meg a legjobban ennek a szabályrendszernek a lényegét, csak nem tudta megvalósítani. És hamar el is engedte egy picit talán. Hát, fél, két, másfél évig azért toszogatták ide-oda, próbálgatták hajtogatni, aztán végül úgy, úgy ahogy lemondtak róla, és lám, és ugye Louis Hamilton mennyit beszél arról, hogy ő más irányt akar, megmondta, Igen. hogy ne az egyen, ez nem jó, és akkor most a Red Bull bebizonyítja, hogy de, az egy jó irány volt, csak nem jó irányba közelítették meg, nem tudták le hát ezt működésre fogni. Hogy sürgette annyira a többieket, ugye a szerelőket, meg a, meg a mérnököket, hogy változtassanak, és ezért sem volt rá idejük már aztán a lehetőségük. Nekem ez a stratégiai felvetés, hogy tulajdonképpen egy jó autóval tudsz nyerni két újabb évet, ez abszolút megállja a helyét. Tehát valóban itt azért 2025-re senki ne gondolja majd, hogy óriási feltalálások lesznek. Egyrészt, mert már mindenki egyre jobban érti a szabályrendszert, tehát nehéz is valami újra előrukkolni, meg mindenki a 26-os autóra kell, hogy koncentrálja. Mert akkor megint belekerülsz egy ilyen szekvenciákba, egy ilyen szeg hogy ha egy rossz autót hozol 26-ra, akkor megint egy-két-három évet betelhet, és mire lejár, az, és kifut az a szabályrendszer, addigra éred utol magad, akkor kibuktál egy egész, vagy, vagy kidobtál az ablakon egy egész generációt. De én egyébként azt a részét, hogy a többiek hol állnak, és én hol állok a mostani koncepciómmal, én ezt így nem, nem gondolnám ennyire túl. Szerintem, szerintem, tök egyszerű. A Red Bullnál időben elkezdtek dolgozni egy új koncepción, amit a tesztek, a belső tesztek azt mutattak, hogy jól működött, jó irányba működött, és egyszerűen úgy voltak vele, hogy ezzel tudják maximalizálni a teljesítményt. Tehát én, én az, én azt gondolom tök őszintén, hogy, hogy ez ilyen szempontból ennyire egyszerű. Tehát nyújjék a tervezőasztalról először szélcsatornába, utána modellbe is, és, és CFD-be vetették az ötleteket, és úgy tűnt, hogy működik, és ebben látták a legnagyobb potenciált. Szerintem, nem én nem magyaráznám túl. Na, figyelj, azért akartam berakni, hogy most teljesen ideillik, húsba vág. A két leggyorsabb autó az idei teszteken, akkor fogalmazzunk így, nagyon nagy zsákba a macskát, nem árulunk ezzel. A Ferrari és a Red Bull szemből képe, 50-50-be félbe vágva, egyik fele bal oldal a Ferrari, a jobb oldal a Red Bull. És hogy mennyire elképesztő módon Különbözik egymástól a két Igen. autó, ez ez a kép hihetetlen jól megmutatja. Az első szárny elejétől kezdve a legvégig gyakorlatilag nem tudsz rajta két, azon, a kerekek ugyanazok természetesen, de hogy teljesen más az első szárny kialakítás. Eleve már az Orkup ide csatlakozik az első elemez a Red bull A ferrari a második elemez csatlakozik az Orkup, azt most fölvitték, csere volt. Tavaly a Red Bull-én volt a második elemen, a ferrari az első, most megcserélték. Egész más az első szán ív kialakítása is a Ferrari és a Red Bull tekintetében, ezen viszonylag sokat szoktak változtatni, ebben most annyira nem menjünk bele, de egyértelmű a különbség. Nyomorudas, illetve vonorudas felfüggesztés a Red Bullnál, nyomorudas felfüggesztés a ferrari nál ugye ezt is tudjuk, a Ferrari megtartotta továbbra a nyomorudat, teljesen más lengőkör elhelyezésekkel, a ferrari je viszonylag viszintes, vagy amennyire lehet viszintes, a Red bull ugye fölfele ível, és nagyon hátrafele dől, ugye ezt a bolintásgátló hatást kihasználva, és akkor itt, ami szemből kevésbé látszik, ha már itt is visszaadja a kép, sokkal mélyebbre megy a ferrari -nak az oldalsó légbe, mert ugye hátrafele van elcsúsztatva, a főső elem van sokkal hátrébb, az alsó ajka nyúlik előre, a Red Bull pont fordítva a teteje nyúlik előre, és egész a felső Cápa, mélyen, harapás cápa főső cápa harapás, igen, az az óriás cápa. Lányomnak annyit meséltem róla gyerek, gyerekkorában, hogy ez beragadt az hát, óriás cápa. Persze, mert ő már tudta régen is. E, és hogyha nézzétek meg, hogy igazából minden egyes elem, a tükrök azok úgy, ahogy egy irányba, itt van ez a plusz kis szárnyacska a felrán, amit ugye ide raktak rá, Glóriára, de ha megnézitek, ugyanez a Red Bullnál megvan magából az elemből, hiszen ezt a szárnyelemet ide rajzoltam ugyanabban a pozícióban, mint a ferrari és ez az egész oldalsó hatalmas kájhacső, ami hátra megy, ez ugyanezt a ívet takarja ki, amit a ferrari az a szárnyelem, és ugye itt van ez a hatalmas hűtőbeömlő, ez a periszkop hűtőbeömlő, ami megvan a másik oldalt is a Red Bullon, teljesen más a fölső légben. Nézzétek meg, a Ferrari-nál nagyon pici háromszög alakú, és ugye az a levegő, ami ott hiányzik, azt oldalt valahol be kell szívni. Tehát valahol bizonyos áramlási keresztmetszetnek lenni kell, különben nem lesz elég a hűtése az autónak. A Red Bull itt is jóval több levegőt szív be, ezért lehetnek ezek olyan pici vágatszerűek ezek a nyílások. És aztán, hogy megyünk hátrafelé, jóval magasabban nézzétek meg, hogy a Glória végetén itt mennyi a helye a Ferrari-nál, ez a normál kinézet egy autónak. A Red Bull milyen brutál magasra lett emelve, még annál is magasabbra, mint tavaly a Mercedes-en volt. És aztán még, hogy a, a vége is mókás legyen, a hátsó szárny sem tök egyforma, mert a Red Bull brutálisan, élesen, csúcsos vég, végződéssel vágta ki, vágta meg a hátsó szár szegletet. Még a Ferrari-nak ugyanúgy ott van egy vágás, de azért a lekerekítés benne van. Szóval, hogyha lehetne két különböző autót mutatni, akkor körülbelül ez a, ez a teljes véglet, amit meg lehet csinálni szemben. És minden szempontból egyébként ez az autó két autó elképesztő módon különbözik, mondta. ettől érdekes, hogy ez a két leggyorsabb autó eddig ránézésre. Tavaly nem volt ennyire különböző a két autó, nem? Már tavaly is voltak azért nagy különbségek. Nekem egyébként folyamatosan az motoszkál a fejembe, amit most megmondom őszintén, egy kom komment miatt jutott újra eszembe, Na. de akartam volna beszélni, hogy nyilván nagyon fontos, hogy mi történik az autó felső részén, de ugye nem látjuk, vagy csak nagyon kevés autónak láttuk, hogy, hogy mi, van, mi van a, a Bádi alatt, mi, mi, mi van a lemeznél. Mert hogy, az, mert hogy óriási dolgok ott történnek, és, és hogy mondjam, nézhet ki felülre egy autó így is, úgy is, nyilván van különbség koncepciók között, de egy jó futómű és egy megfelelő padlólemez, ennek az egyvelege valószínűleg, ha az egész tortát nézzük, akkor, akkor a felénél jóval többet, vagy a három is többet tesz ki. Ez tök jogos, ugye Totó Wolf mondta ezt tavaly, szerintem ő nyilatkozta ezt, vagy lehet, hogy az még két évvel korábban, hogy Építhetünk mi bármit, nézhet ki bármi, amikor ugye arról volt szó, hogy a régen inspektor Sebastian Fettel ugye járkálgatott körbe, meg aztán Hamilton is ezt elkezdte csinálni, hogy nem látjuk a lényeget, és Perez is azt mondta tavaly, nem látjuk a lényeget, mert az alatta van. Ugye erre jött, azt hiszem, Monakóba Perez, amikor úgy összetört a Red bull hogy azt így felemelték, és akkor minden, Hamilton mindenki oké, alá is ki kellett emelni, úgyhogy igen, mindenki egy napon. Óvatosan benne. ezekkel a balesetekkel, mert akkor könnyebben és hamarabb Williams, pedezni. Már rögtön láthattuk egyébként, ha emlékszem -e. Ez talán Sargent hát, nem meglepő módon. Nem, szárgsem. Szárgsem. amikor megállt, nem, a benzinpupa álbon alatt, az és megállt, a akkor emelték. Igen, mert is pár volt szárgsem tovább a tovább ment a megfordulás után. Szárgsem. Az igaz, az igaz. Na mindegy, szóval ez így van, tehát hogy a padlólemez a, a, az igazi nagy truváj, de hát ezek is kellenek ahhoz, hogy a padlólemez jól működjön, és itt minden, ami felül történik, az annak érdekében történik, hogy alul minél több leszorító, hogy minél több szívóhatás generálódjon és ez az, amit, amit, nem lehet szabad szemmel látni, de amire Adrian nyújék nagyon ráéreztek, és amire a többiek úgy, hát úgy nagyjából elkezdtek már utánuk menni, de még mindig nem látják, vagy nem, nincs, nincsenek még mindig azon a tempón. Mondom ezt, hogy még mindig nem indult el a szezon, úgyhogy meglátjuk, hogy ki mit tud kihuzni, kihozni a Red Bull eddigi koncepciójából évközben. Hát mondtad nyújt, bocsánat, csak pont eszembe jutott, nem tettük be azt a képet, de ugye az óriási volt, mikor a, azt hiszem Perez autója a kis csatorna elvitte, és akkor Adrian Nyúj a kis utcai cuccába aláfeküdt, de elkezdett, mint egy jó lakatos, vagy egy kis gépkocsi szerelő, és elkezdett szerelni. ez egyébként egy teljesen életszerű dolog. Tehát, hogy itt azért nem feltétlenül... Nyilván a verseny végéken a, a vezető embereket nem az autó alatt látjuk, mert nem ott van a helyük. Azért, mert nekik olyan menedzsment és egyéb feladataik vannak, amiért nem tudnak befeküdni. De hogy ezek az emberek dolgoznak az autón, imádják ezt a sportot, ott akarnak lenni, nézni akarják, irányítják az embereket, mi sérült meg, hogy sérült, tehát hogy, tehát, hogy ez, ez szerintem tökre rendben Főleg van. új az autó, most született, mindenki ott Igen. És egyébként ez, nem tudom, én libabőrös, hiszem ez annyira jó, tehát egy, ilyen komolyságú, vagy ilyen, ilyen szaktekintély ennyi év után ugyanolyan lelkesedéssel tudott ülni, már nem is teljesen Csak abban... Csak ebből lehet ezt csinálni, ezt pénzért nem igaz, lehet. Tehát egyrészt mennyi igaz. pénzt keresett már Rédi a ja, Hány a világban pénzért csinálja, van, van? Tehát, egy, ha nem motiválnám mindig a következő év, akkor már nem lehetne ezt Na jó, szerintem ez óriási. És ami még érdekes volt egyébként a Red Bull így, témakörének a végéhez érve, nem tudom, ti figyeltétek-e, hogy Perez és Verstappen között hogyan alakult a, a, mérleg nyelve, mert én azért láttam sok különbséget. Tehát volt olyan, napok, amikor Perez hozta a tavalyi év évelei lemaradásokat néha. 6 tizedben simán. 6-7 azt mondta, hogy kb. 6-7 tizedre volt megint átlagban, és hogy igazából ő is azt találtsa a Pereznek, hogy saját versenyével, saját szezonjával foglalkozó, ne, ne azzal, hogy most mi van first képest. És egyébként tényleg ez a jó hozzáállás, mert különben, hát különben megint magadra teszed azt a teret. Mercét eszezzünk, és Merc -e -e, is, Merc is van egy közelkép, az a 0356, azzal kezdjünk szerintem. Az első az... szárnyat, a fölfele menj, fölfele menj. Ott, Itt van. Ott. A szár... szárny, megoldást akarom megmutatni, amiről múltkor beszéltünk, csak hogy mi az igazi trubáj benne. Gyors, sárga nyilazással megcsináltam. Ugye itt az első szárnya a Mercedes, aminek a főső negyedik eleme ezzel a nagyon vékony, majdnem, hogy ilyen hurkapálca-szerű megoldása nyilván meg van szépen ívelve, és ugyanazt az ívet követi. Ettől lesz szabályos, mert hogy ugye ezzel a főső elem hozzáér az orkúphoz, amit a szabályok előírnak. De azért adtam oda a sárga nyilazást, mert ez már csak a teszten készült fotókon derült ki, hogy az igazi trükk abban van, hogy a Mercedes ezt az elemet nem érinti hozzá az az elválasztóhoz, ugye ez a magasságállíthatós része a szárnak, és ugye annak az elemnek a mentén lehet föl-leállítani, illetve a túloldalt állítanak rajta, de hogy ezt az utolsó elemet, ezt elválasztották, ott van egy néhány milliméteres pici kis hézag, és pontosan ez az a hézag, ami miatt itt nagyon nagy örvény tud keletkezni, az, azzal, hogy ezt szabadon hagyták ezt az élet. És szerintem, amikor ugye négy csapat is betámadt állítólag ezt az első szárnyi szabályság szempontjából, nem ez volt a bajuk, hogy ez itt egy ilyen kis zsinóron csatlakozik, mert ez itt, itt megegyezik a szabály betűjével is minden egyébben, hanem az, hogy ez itt van, ez a szabadon, ez a hézag, és hogy innen hatalmas örvények válnak lefele, hátrafele, és ez segít a Mercedesnek, plusz egy csomó turbulens levegőt visz majd hátra, ami zavarja mindenki más hátra mögött. Úgyhogy emiatt fogják támadni, és emiatt, ha el is bukik ez a szárny, akkor ez lesz az, amiért ez elbukik, nem emiatt a picik is csatlakozó elem miatt. Egy gyors kérdés, bocsánat Máté, hogy ez a kis elem, ez, a, ez az ilyen kis, nem is tudom minek nevezzem, kis, nem tudom, cérnavékony karbonelem, ez nem lenne ott, hogyha nem lenne emiatt szabályos az elem. Igen. Tehát ez azért van ott, mert ott megfelel... kell legyen, hogy megfeleljen a szabályoknak. Igen, ezt akartam, és hogy az FIA is azt mondta első körben, hogy így hirtelen ez egy szabályos sztori, és ugye erről beszéltünk is a múltkor, hogy lehet, hogy azt fogják csinálni, hogy oké, okay, ebben az idényben ez így végig mehet, mert... Nem lehet azt mondani, hogy szabálytalan, inkább szabályos, mint szabálytalan, de jövőre azt mondják, hogy már pedig ott legyen egy érintés. Amiért ez a hézag, azt csak, csak hogy értsétek, hogy ez hogy néz ki? Csalók ez a kép. Ugye nem arról van szó, hogy szemből nézve van így rés a két elem között, hanem ezek fedésben vannak. Tehát ugye a szabály mindig úgy fogalmaz, hogy fölülről nézve, meg alulról nézve. Ne legyen itt, meg ott hézag ezek között, mert hogy arra nem gondol, hogy amúgy nem köt össze egy szárnyelemet és ez a Mercedesnek a nagy trükkje ezzel a megoldással együtt természetesen, hogy ez az elem, hogyha fölülről vagy alulról nézed, akkor tökéletesen összeér. Tehát, hogyha innen nézed a, ugye az ujjaimat, akkor, akkor, nincs köztük hézak. De azért, hogyha innen nézzük, akkor csak látszik. És a levegő megtalálja azt a részt, és szépen perdületet kap ezen az élen, ezen a csúcson, és ez a lényeg, ezt akarja, Mercedes, ez egy zseniális megoldás egyébként, és a többiek persze, hogy ezért büszkölnek, mert ezt már eleve tervezték meg. Menjünk a másik Mercis képre, mert az is egy zseniális ötlet egyébként, amit ha már a, Mercedes, a Red Bull dicsértük, Lengőkor, a Red Bull-os Bull rajz, igen, az a piolás. Ja, ezt, igen, ez a piolás. Ezt, ezt esetleg ezt, elkezdhetem, ezt csináltad mert, Dani, mert, 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 domált, ez, mert egy, ez, ez nekem egy nagy kedvenc. Menj nem? oda, ez zseniális. Jól, létszés, ugyanis? Hát ugye az első futóművét látjuk, ugye itt van az autó megrajzolva, itt pedig ebben a kis karikában fel van nagyítva. Ez az első futóműnek a felső hátsó lengőkor bekötése, ez a kasznihoz, a kaszni lévő oldala a futómű bekötési pontnak, és egész tavalyi évben az volt a problémája a Mercedesnek, meg a tavaly előttibe is, hogy nem értette meg a saját autójának a működését. Hoztak egy beállítás változtatást, és valami olyan dolgot tapasztaltak az autóval, amire nem számítottak. Emiatt folyamatosan estek keltek, és ha éppen gond volt, a Red Bull vagy a Ferrari-ből kimászott, mert talált belőle jó kiutat, a Mercedes pedig valamit gondolt, és nem az történt az autójával. És elmondták James Ellisonék, hogy idén a testen ezt a legextrémebb ö, ö, magasságokba viszik, és beépítettek ide, hogyha megnézitek közelről, egy cserélhető panelt, amivel tudták szépen innen lentről ide akár föl Ott megváltoztatni. Itt van a fönti változat, igen hogy ezt nem is tudom, ez egy 10 centi, vagy valami. 10 centi legalább. Ez, 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 egy óriási különbség, és így akár egy órán belül ki tudták próbálni azt, hogy hogy működik ugyanolyan időjárási üzemanyag és egyéb terhelés mellett az autó egy ilyen futóműbekötési ponttal, meg egy ilyennél. Hát nem tudom, én, én ilyen teszteken nem Nagyon megváltozik szem, egyébként ettől a futómű kinematika és az autó viselkedése az első tenger. Eleve ugye nagyobb lesz a bolintás le a hatás azzal, hogy még nagyobb szögbe kerül az a, a, fős a hátsó lengőkar. És ez érződött, a harmadik napon használták ezt a mélyebbre húzott. Megváltozik maga a lengőkar is, látjátok, máshogy is köt be, máshogy kanyarodik picit a, a, vége, mielőtt odaérne a bekötési ponthoz. És sokkal többször el is fékezték. Kicsit idegesebb volt az autó pénteken ezzel a bekötési ponttal. Lehet, hogy úgy volt gyorsabb. Emlékezetek Perez tavalyi évelei problémáira, különösen Melbourneben az elfékezésére az időmérőn, amivel kiesett a Q1-ben. Hogy mennyire nem érezte a fékezés, hogy mennyire könnyen blokkolt. És ezek a blokkolások pont ennek a következménye, hogyha ennyire extrém bulintásgátó hatást építesz, ilyen kinematikával építed meg a futóműved, akkor ugyan jó teszel bizonyos szempontból, főleg arra a aerodinamikai platform szempontjából az autóval, de az érzékelést, az érzést, mert elrontod fékezéskor, ugye kevesebb az átterelődés, és nem érzed, nem, érzed úgy versenyzőként, hogy mikor jön el a blokkolás határ, mert hogy kevesebbet dől előre az autóra. És mivel kevesebbet dől előre ugye az autóra, maga az egész maximális berugózás ugye kisebb lesz, emiatt az arányok sokkal hirtelenebb. Tehát egy hirtelenebbül fog megérkezni az a pillanat, amikor már sok, és elblokkoltad, és azért szeretném itt kiemelni. Az átmenet, átmenet, az átmenet az kisebb. Az csak, és szeretném itt kiemelni, hogy nem tudom, egyébként elég, hogyha csak a Forma 1-es játékkal játszottatok, vagy bár, bármilyen platformon, elképesztően rövid idő alatt lassulnak le az autók. Tehát, hogy itt, itt 8-as sebességi fokozatból kettesen ott vagy egy másodperc alatt és ez alatt, az idő alatt kell neked pontosan a megfelelő bár, megfelelő nyomást applikálnod a fékre, és lehet, hogy egy-két milliméter, egy nagyon pici, ami az ISO-memóriában megvan, még az előző, előző etapból vagy az előző konfigurációban, ott még működött, itt meg már nem is elblokkoltad, és ha nagy sebességnél blokkolsz, akkor nem is tudod visszahozni már. Az van nagyon egy. Mindegy, az az egy zseniális. Ezt, ezt tisztázunk, bocsánat, csak ezt akartam kérdezni, ezt tisztázjuk, ez egy teljesen szabályos dolog. Teljesen Tehát itt szabályos. nincsen kérdőjel azzal kapcsolatban, hogy ezt meg lehet csinálni, akár etapon belül is változtatni. Ezt előre meg kell tervezned, és olyan kell tudnod az autót, úgy kell kialakítanod, hogy erre legyen lehetőséged. Tehát ez, belül is, ez belül nem is csak úgy fölül, van. Tehát ezt nem tudják, ezt nem lehet megint csak másolni. Nem olyan, mint a Lego autó, hogy kívülről odaszúrják. Megfordítom az elemet, és akkor nézd meg, hát csak a panelt kell hát is, van, másképp áll, persze. Szóval ez, ez, azért gyönyörű, mert megadja a lehetőséget maguknak arra, hogy pálya viszonyoktól függően, pálya karakterisztikától függően, vagy attól függően, a versenyző mit preferál, tudnak módosítani. El a futómű kinematikán, ami lehet, hogy majd hasznos lesz nekik egy lassú pályán, egy gyors pályán, esőben. E ezt akartam, hogy arra van már valami rálátás, vagy információ, hogy ez melyik pályán hogyan alakulhat? Ezt most így nehéz, vagy ezt ők Lehet, hogy még ők maguk sem tudják. Igen, ezért is kellett teszteni első két nap az alapot, a fölül föl, magasabban levő lengőkarbeket, és ugye, amitől még ez egy érdekes, amit itt a kép, hogy a két lengőkarsik, ez a, ugye ez a főső lengőkarnak a hátsó lába, a hátsó szára, de gyakorlatilag ebben az alsó pozícióban, majdnem, hogy egy van az alsó lengőkar hátsó lábával. String, itt ugye azért látszik, hogy mekkora a különbség, itt meg ezek szinte együtt dolgoznak, és pont ez a lényeg, hogy aerodinamikailag is előnyös lehet, hogyha ezeket együtt tudod működtetni. Egy gondolat még itt a Merciről, mert te is azt mondtad, hogy látod őket második, harmadik helyen, de negyedik, ötödik helyen is, és nekem is ilyen vegyes érzések vannak bennem így a mercedes kapcsolatban. Már csak azért is, ők maguk is azt mondták egyébként, hogy a teszt nem indult nekik annyira jól, de hogyha megnézik, akkor talán az első naphoz képest az utolsó nap utolsó körig ők fejlődtek a legtöbbet, ők legalábbis így állították be a tesztet, hogy ez a teszt most mondjuk a tavalyival összehasonlítva, vagy a tavalyi évvégi teljesítményen, amit mondtál Dani, most hova raknád őket ilyen szempontból? Én előrébb raknám, de nem biztos, hogy a mostani versenyhétvégén, vagy versenyt tekintve, hanem én azt gondolom, hogy most van egy stabilabb bázisuk. Most van egy olyan bázisuk, nem csak emiatt a megoldás miatt, hanem több dolog miatt. Például én, én olyat is láttam, vagy úgy tűnik, mintha az üzemanyag is egy kicsit alacsonyabbra tudták volna hozni. Tehát, hogy most már nem az Európot köré épül az autó, tudtak olyan megoldásokat hozni, amire szerintem, és ezek nyilván feltételezések, megérzések, nem vagyok tervezőmérnök, elég messze vagyok attól, de hogy úgy látom, hogy ez egy stabilabb alap, amire lehet majd építeni. Az mennyire ez gyors, azt majd meglátjuk. Nem tudom, Gábor, te, neked milyen érzéseid vannak akár az erős erősorrendel kapcsolatban. Én azt látom, hogy egy erősebb bázis van, amiből ki lehet hozni én számoltam, csak a, majd adás végén mutatjuk meg, ne, nem rohanunk előre ennyire, de persze meg mert abszolút ugyanazt gondolom, amit te. Én sem tudom, hova tenni a mercedes mert <coughs> nagyon nehezen lehetett olvasni, hogy mit csinálnak a testen Abból, amit elmondtak, az alapján ők sincsenek még teljesen az autóban, de volt. Tehát elég, elég, pozitívan zárták a tesztet. De azt, azt mondták. is elmondták, hogy azért, még azért nem értek utol senkit ezzel. De legalább van egy olyan alap, amire most már jó lehet építeni, és ebből majd évközben lehet igazán sokat kihozni. Tehát egy új irányról van szó, és hiába Mercedes, nekik is ezt meg kell érteni. Akkor a nagy e, hátraarc volt, és teljesen más a mentek a tervezéssel, és vissza, hogy James Ellison szalít most mindenek újra működnie kell, ami, ami régen mondjuk jól működött náluk, és ezt biztos nem ugorják meg az egyik versenyről, vagy egy téri, rövid téli szünet alatt, egy pillanat alatt, de abban igazad van, hogy ez lehet egy olyan autó, ami az év kezd valahol, és utána viszont folyamatosan egyre inkább jön föl, kérdés, hogy mennyit tudnak kihozni ebből a koncepció összességében. Hát ők ugye azt nyilatkozták a versenyzők teljesen egyértelmű, hogy a Red Bull és a Ferrari is előttük van. Szerintük ez nem kérdés, nyilván a Red Bull-t egy kicsit, meg egy ilyen is. out of De a végén megnézitek a táblázatomat. <laughs> de hogy, hogy, a Mercedes egyértelműen úgy állnak ez a dologhoz, hogy a Ferrari is előttük van. Még egy összehasonlítás, és utána szerintem pár kérdése válaszoljuk, mert aztán átmennék a lényeges tesztadat elemzésekre. Még tedd azt a hátsó képet, McLaren Mercedes hátulról egymáshoz viszonyítva baloldal. az, az van. itt van. Ezt megint csak már múlt héten mutattam briefing roomba, de most box kiállásba is. Két Mercedes motoros autó, fönt a McLaren, alul a Mercedes, a gyári autó, ugye ugyanazt a motort használják, ugyanaz a hűtési igény, de más váltót, mert a McLaren maga építi a váltót, és egyébként egész más koncepciójú autót versenyeztet. És hogyha már ezt a Ferrari Red Bull megmutattam, akkor két Mercedes motoros autó sem különbözhetne jobban annál, mint ahogy egyébként a McLaren és a Mercedes idén különbözik. Ugyanaz a fotószög egész picit magasabbról fotózza a McLaren, de minimális az eltérés, és akkor még egyszer a különbségek úgy csak gyorsan így első blikra nagyságrendileg. A diffúzor talán ezen a képen nem látszik annyira jól, mert elég sok az árnyék, de az, ezek a megtörések, hogy a fény megtörik rajta, látszik, hogy két éve egy ilyen kettős töréssel jön fel a diffúzor a Mercedes-en, még a McLaren szépen egyetlen ívben vezeti fel a diffúzorát ez már egy olyan dolog, ami eleve nehezen megmondhat, hogy melyik diffúzor miért működik jobban, hiszen itt annyira összetett geometriák, háromdimenziós formák vannak a padlólemez alatt, aminek csak egy részét látjuk, de az, hogy egyébként hogy jön föl ez a fölfele ívelő vonal a padlólemez aljáról, a padlólemez síkjától, azért ez egy fontos tényező, és ez például a Red Bull megoldására hajaz, amit a Red Bull első képén, amikor, re, amikor fölemelték Perez autóját, mindenki elkezdett hűházni, és lehet, hogy a Mercedes onnan kapta az ötletet erre a megoldásra, a McLaren maradt a konvencionálisabb megoldásnál. De hogyha megnézzük, egyébként maga a diffúzor két sarka sem teljesen egyforma, a McLaren sokkal jobban lekerekíti, de ez még egy minimálisabb eltérés. Nézzük meg a a szárnyakat, ugye abból kettő lehet. Két pillangószerű elemet használ a Mercedes, itt a sárga nyírozásra mennyilasztam, két egymásra nagyon hasonlító elemet. Ezzel szemben ugye a McLaren egy hatalmas nagy, mint bálna farka körülbelül elemmel működik alul, a főső elem teljesen el van fordítva a inkább áramlás, javító áramlás, egyengető, mint leszorít erőt generáló elemmé válik. Aztán nézzük meg, hogy a középső részem milyen a hűtő kínye, kivezetés, ahol a hűtő levegő kijön, hogy elől a hűtő dobozokba, az oldal dobozokba bejön a levegő, valahol ki kell vezetni. hogy egy jó részét a koputyokon keresztül vezeti ki, de a nagy része az hátul középen jön ki. Nézzetek meg, hogy teljesen más formájú a Mercedes megnyitása, mint a mclaren ami sokkal inkább kerekített és a közepe fele szűkített. És aztán még egy érdekesség, vagy kettő az egyik, hogy ők is máshogy oldják meg a hátsó szárnyalap megnyitást. A Mercedes a Red Bull féle nagyon kivágott, nagyon szögletes főső szárnyalán csúccsal dolgozik, még a ferrari a hajazó kerekítettebb megnyitást használja, vagy lezárást használja a McLaren, ugye ugyanúgy azért a vágat benne van. És ami igazán nagy különbség az, hogy ezek a központi gerinc nyílások, vagy ezek a kályhacsövek, ahogy bejönnek, ahol egyébként a hűtőlevegő áramlik két oldalt, sokkal-sokkal testesebb a Mercedes-en. Ha megnézitek, akkor a fehér nyíl méretarányos a két rajz között, tehát ahogy berajzoltam a McLarennél ennek az oldal szélességét, azt lehúztam ugyanazt a nyilazást, és a mercedes még, hát mennyi maradt már, oldalanként 10 centi még körülbelül van benne. Majdjából. Hát, hogy a Mercedes sokkal testesebb fölül ezen a középső tartományban, a McLaren sokkal szűkebbre húzta azt a főső részt, és ez már megint csak egy alapvető koncepciánál se eltérés a két autó között. Dani, nézz el esetleg kérdéseket. Nézem egyébként, én buzdítalak benneteket, hogy küldjetek olyan kérdéseket, ami egy aktuális témakörrel is kapcsolatos, mert itt láttam ilyet például, hogy vajon Ábonnak megmarad-e a helye, nem tudom, hogy ezt akkor fejtsük ki, amikor a williams -hözünk. Beszéltünk már Ábonnak. röviden reflektáltuk. Hát a helye biztos Sargentről, bocsánat, Sargentről olvastam a legutóbbi elnézést. Álban helye biztos megmarad. megmarad igen, igen, nem tudom, miért Egyébként nem biztos, hogy álban helye megmarad, mert lehet, hogy megy. Igen. Sargent helye csak. Akkor lesz veszélybe, hogyha inofad. rossz szezon teljesít, de hát még el sem kezdődött a szezon. Úgyhogy... Igen, de hát én hát ő... nagyon szkeptikusnak. Én, én igen, mert én, már mint olyan szempontból, hogyha ugyanazt hozza, mint tavaly, akkor szerintem nem kérdés. De ez Ezzel évközben már lebáltják? Csak... -e, vagy... Nem, nem, azt nem, 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 nem. gondolom. Azt nem gondolom, William szerintem nem fog évközben kilótát cserélni, viszont ugye azt múltkor is elmondtuk, meg én sok helyen hangsúlyoztam, de beszéltünk is erről, hogy 26-tól nagy szabályváltozás, szerintem a logika az diktálja, hogy 25-re azzal a duóval állsz neki a 25-ös évnek, akikkel 26-ba is neki mész a szabályváltozásnak. Tehát szerintem, ha Williams ki akarja tenni Sargentet, vagy azt mondja, hogy van egy másik versenyző, akit megnézne, azt inkább 25 elejére teszi, mint hogy még egy harmadik szezont adjon Sargentnek, ha nem győzi meg őket persze. Szerintem az irány kérült a James Wolfs azzal a, pont a héten az egyik nap nyilatkozta, hogy szerint a Sargent lesz az év meglepetése, és rendkívül jól fog teljesíteni. Ebben benne Igen, van ez a jó szerűség is, hogy na de ha nem így teljesítesz, akkor utána nincs. Tehát, ezt, ő ezt, el... kvázi ezt várja Gyerekek, én azt várom, hogy olyan izgalmas szezon legyen, ami még soha nem volt. Tehát én, én, én ez ezt az, az év? Persze. Jó, Abszolút. jó. és, ezt várom, mindig ezt várom. Abszolút. Abszolút. Uh, viszont van egy jó kérdés, amit most látok, Horváth Levente kérdezi, hogy mikorra derül ki véglegesen, hogy vajon legális az az első szárny, a mercedes vagy sem? Nincs ennek időkorlátja, amikor Rau úgy dönt az FIA, megvizsgálja. Most elméletek jóvá, hagyták egyszer, de hát ettől még láttunk már olyat, hogy akkor megnézik még egyszer tüzetesebben, és akkor... Ilyen egy a, ne, nekem úgy mikor volt ugye a trükkös kormánya, a DASZ rendszer. A DAS. következő évre veszelték el. Elmeszelték, de ott is úgy volt, hogy ugye a teszteken hozta be azt a Mercedes, akkor azt mondták, hogy Szabályos, vizsgálják. Nem. És először azt mondták, hogy elindulatnak vele a versenyen, hoztak egy ilyen határozatot, hogy oké, okay, hogyha ezen a futamon használjátok, utólag biztos nem fog titeket megbüntetni, és aztán eltelt két vagy három végig, és akkor mondták azt, hogy jó, erre a szezonra szabályos, jövő évtől nem szabályos. Az elméletek megfelel a szabályoknak, ezért alap esetben csak a jövő évtől ö, írhatnak rá olyan szabályt, aminek, aminek következtében már nem használhatná a Mercedes. De ettől még előfordulhat, hogy hoznak egy olyan technikai direktívát. Ugye azt fogják vizsgálni, ezt Pet Simonc elmondta, hogy mekkora turbulenciát okoz, és mennyire rontja el a követhetőséget, hmm. mennyire rontja el a játékot, amire ezt tervezték. Azaz, az az, hogy ellen megy az irányelvek. Igen. Ha azt látják, hogy túl nagy változást okoz, és ezt most tesztelik, és ezért nem tudjuk megmondani, hogy mennyi idő lesz, amíg ez eldől, mert most az FIA elkezdte saját maga megnézni igen. a CFD programjaiban, és ha kell betolják a szétcsatornába ezt a módosított változatot, az első szárnyat, és akkor megnézzük, hogy akkor mennyivel lesz turbulensebb az áramlás. Úgy érzik, hogy igen, akkor lehet, hogy évközben elmeszerik, de azért erre kisebb esély van. kapcsolatos kérdéseket olvastam többet is. Például Roland azt kérdezte, és akkor lehet, hogy át is mehetünk <coughs> a McLaren mert az nekem egy nagyon érdekes témakör még, hogy mivel tavaly ugye a fejlesztési versenyt... Van egy McLaren képem egy alpinna. Na, akkor azt addig Máté megkeresi nekünk. Akkor addig Gábor, mi vitassuk meg ezt a kérdéskört, hogy ugye tavaly, hogyha van ilyen verseny, hogy fejlesztési verseny, ha ki lenne írva egy ilyen, akkor azt a McLaren nyerte volna. Az évközben itt abszolút. Az évközben ez, ez, nem meglepő. El, igen. Ez nem meglepő, és hogy ez jelentheti-e azt, hogy majd idén is sokkal hatékonyabban fognak fejleszteni, mint a többiek? Én azt gondoltam, hogy igen, és még most is azt gondolom, hogy tavaly nagyon jól teljesített a McLaren, viszont ha már nem véletlen raktam a két autót egy képre, ugye a McLaren meg az Alpint, a McLaren kicsit homályos az Alpine nagyon, iszonyú nehéz megmondani, hogy hol vannak pontosan a teszt eredmények alapján, meg a kommunikációjuk alapján ja, ez egy mert szándékos illusztrációja. Persze, ez egy szándékos <laughs> illusztrációja a helyzetnek. Amikor a kép kiegészíti a mondandókat. Egyébként ez lehetne a zanzásított verziója, vagy mondata ennek a mostani adásnak, hogy beszélgetünk, beszélgetünk, de egy kicsit homályban van. Ford, ha, azt, pont ezt akartam mondani, hogy ha rossz májú akarok lenni, akkor végül is ez a kép megmutatja, hogy ki van kicsit, ki van nagyon homályban. Teszek úgy. <laughs> ez igaz. Ez, <laughs> ez igaz. igaz. Meglátjuk, hogy Meg ebben nem már kitisztult a kép, a tavalyhoz szemben. képest. kicsit élesedik a blendét. Kitisztult, nem teljesen. Szóval fia, fejlesztési szempontból, amit tavaly csináltak, ez tökéletesen működött minden lépés, és nagyon sokat fejlődtek. Nyilván ezt, ezt a ezt a fejlesztési dinamikát, ez nem lehet a végtelenségi kitartani, de ugye jött egy új autó, amin azért nem változott olyan sokat, tegyük hozzá, ők is megcsinálták ezt az előre nyúló, ezt a cápaharapásos, cápa, harapásos, cetszápa, nem, óriás cápa, túlnyúló felső ajkas légben, de nem olyan agresszív, nem olyan extrém módon, mint ahogy a Red Bull csinálta meg, mert nekik azért egy normális, sőt, egész furcsa hűtőbe ömlőjük van két oldalt, mert egy viszonylag keskeny, de nagyon mélyre nyílott, nagy száj van két oldalt, ami most már szokatlan ma is szemben hogy ekkora ütőnyílás két oldalt az autón. De a McLaren ezt érezte jónak, és megtartották a tavaly működő koncepciót egyébként úgy elemében, finomítottak, jobba találvágtak, ugyanazt az irányt folytatták, mint egyébként a mezőny nagy része. És a kérdés az, hogy ebből merre tudnak még ellépni, mert hogyha most ők is szembesültek a Red Bull irányával, és látják, hogy huha, <laughs> akkor ezt már inkább más. el kéne erre fordítani, de mennyit tudunk erre fordítani ezen a hatalmas nagy olajtankeren, hogy már ami mondjuk az egész szervezet és az autó ilyen szempontból, hogy, hogy, mennyit lehet ebből az autóból még kiszállni, mert tavaly volt benne tempó, nem érték, úgyhogy a Red Bull, de sokszor második erő voltak már az év közepétől. Most meg nem úgy néznek ki, mint akik második erő egyelőre, vagy hát Igen. ilyen nagyon nehéz őket oda képzelni, csak ilyen, nem tudom, mindent, hogyha bevetünk, hogy Norris nem ment, meg elromlott alatt az autó, nem volt hosszú etapja, nem volt rök, időmérős szimuláció nem volt ez, nem volt az, nem, zárva volt a bolt éjfélkor, meg minden volt. Szóval, <laughs> hogy lejárt az előfizetése, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy... -e nem volt meg... térerő. Nem volt térerő. So, akkor lehet, hogy -e meg... valahol ott ez. De mindenben a végén ezt úgy is megmutatom a táblázatban. De tényleg a McLaren nem úgy kezdte a tesz hogy ahogy tavaly az egész szezon, főleg a második felében futotta, és hogy befejezte. Nekem olyan érzésem van, hogy a McLaren egy körön nem lesz gondban, vagy nem lesz nagyobb gondban, mint tavaly, tehát ott lesz a top csapatok környékén valahol. Nem. A Q3-ban jutással valószínűleg itt Bákány, lesz nem. gond. Viszont hogy a hossz... volt. Mint ahogy tavaly volt még itt év elején, viszont a hosszú etapok, azok engem nem győztek meg, és nem voltak adatra is egyébként nem túl erős etapok, de néztem néhány on-board felvételt, és nyilván benne van, pont rossz onboard felvételeket kaptam el, de hogy nekem nem tűnt kényelmesen vezethetőnek az autó, és a gumi degradáció, gumikopás is egy kicsit uh, túl nagynak tűnt. És nekem, ne, én, én most, nekem, most, az a megérzés... csak piászi adatai vannak, mert ugye Rász, de Norris nem teljesített hosszú etapot, mert arra takarom, el az autó, amikor kellett volna menjen, és egyszer nem volt ideje menni. És a piászre ki azért küzdött a gumi kiismerésével, ment hosszú etapot, ami nem nézett ki jól. Nem Ezt is ki majd jól. megmutatom. Igen. De nem tudjuk, hogy Norris mit hozott volna ki belőle, és ezért mondom, hogy nagyon nehéz a mclaren hova tenni. Tavaly pont azt néztem, 18 volt Piastri az időmérőn, 11 Norris, és a Q2-ben egy másodperc volt a lemaradás a leggyorsabbtól, és aztán a végén lett egy egész haddát, ugye a q 3 már nem ment. Hát en, ennél az egy másodpercnél közelebb kéne legyenek mindenképp, akármilyen rosszul is kezdődik. Szerintem közelebb is lesznek egyébként. Viszont egy Zac brown eléggé pozitívan nyilatkoztak, egy alapvetően. Úgyhogy én, én, én emiatt látok valami rációt abban, amit Gábor most felvetett. Többet beszéltek az RB-ről, mint minden másról, ha belegondoltok. Hogy Tényleg a, az elmúlt idők erről szóltak, igen. A, a kommunikáció 50 arról szólt, hogy ez milyen igazságtalan, és ez nem jó így, és ez tarthatatlan. Ja, egyébként itt az új autó, de nem lehet, hogy az ermén meg a rebú, ez, ez, ez lehet, ment hogy végig. Hogy majd lesz egy kis feljelentés. Hát, amikor közben... ennyire a másikra koncertálsz, az soha nem néz ki jól. Ez tényleg nem hát az, illetve, azt ne felejtjük, hogy Zach Brown mester a kommunikáció, tehát őt és Hornert szerintem kiemelhetjük így a kommunikáció szempontjából, hogy Furcsa, hogy amikor ennyire másról beszélsz, akkor lehet, hogy a saját autód nem az, azért amit mondom, vártál. Hát nem Tehát egy kicsit Hát nem véletlen. kicsit teressz, nem de persze. egyébként ezt több csapat mondta azért, hogy ez most ez a kis RB, ez lehet, hogy közepes RB. Még mit foglalkozott majd. az RB-vel, ne a tavaly nyolcadik csapattal, amikor ott a McLaren a második erő volt az évben. De, de pont, miért foglalkozott? Hát pont azért, mert veled egy szintenre teszed őket mert a jelen hát, pillanatban. Tőle, hogy hát elveszi a kenyeredet, hát mert megelőz a bajnokságba aztán. a, a volt mclaren és Ricardo az RB-vel, borsot tör majd az összes és elmélet szállat Ez a semmi, de is. Attól mi nagyon messze vagyunk. A kicsit alpinozzunk is, ha itt a képen a másik Autó, és ugye már az elején belekaptunk. Ez itt az Alpin. <laughs> belekaptunk már. Nem néz ki jól. Semmilyen számuk nem néz ki jól. Ettől még nagyon nehéz megmondani, mit csináltak, mert ugyanaz a helyzet mint a Mercedesnél, hogy nem mentek hosszú etapokat, 8-10, 7-10, 7-9 körös menések voltak, nem mentek igazán gyorskört sem, vagy ha mentek, akkor az nem igazán. Hát, bo bocsánat, nem ment gyors. ugye ezek az olyan ilyen folyamatosan szagatott ilyen pár körös etapok, ugye azt jelentik, hogy nem azt tapasztalják, ami nem tudnak, Igen. nincs értelme elmenni egy hosszú etapra, mert van még mit változtatni az autón. Nem nézett ki az autó, ha belső kamerás képet látta ha, a külső kamerás képet róla, elfékezték, ide mozgott, oda mozgott, a pályaszélén álló hozzáértő szakírok, mert sokan beszélnek róla, de azért kevesen ültek versenyautóban, tehát aki látott már autót kívülről, belülről is, azok mind azt mondták, hogy az egyik kanyarban ezt csinálta, a következő körben ugyanabban a kanyarban pont az ellenkezőt csinálta, az autó, ami a legrosszabb, és két olyan versenyzőjük van, aki nem ma kezdte, tehát sem Ukon, sem gászni, nem az, aki egy sima egyfordított alapon megy így a pályán, hanem nagyjából tudják, merre van előre. Tehát nem, semmi nem mutatott ezen az autón ö, arra, hogy ez most hatalmas forradalmi előrelépés, sőt. És ugye Bruno Feinmann is azt emelte ki, hogy most adjunk időt mindennek, itt annyira nagy szervezeti változás volt, egy új kultúrát kell itt most megteremteni a cégen belül, és, és picit mindenki várjon, és semmit nem is akar, nem is akar semmit kérni, mert kérni a <coughs> csapat nevében, <coughs> Csak az, hogy pici idejük hagyd legyen, mert, mert itt mindig nyomás alatt voltak, és ez igaz a korábbi rönós évek alatt mindig. Nem véletlen volt annyi vezetőcsere, ahogy most is ugye egy új érába léptünk ilyen szempontból. És hogy hát amit ki tud emelni, az a megbízhatóság. Ugye ezt mondtam viccesen az elején, hogy hát ha a csapatfőnök a megbízhatóságot emeli ki a tesztek végén, akkor nagy, nagy jó nem történt ezzel az autóval. Megbízhatóbb a megbízhatók között. Lehet, hogy megbízhatóbb az autó, mint gondolták. Tehát lehet, hogy önmagukhoz, hogyha nézed, amit előzetesen predestináltak, ahhoz képest jobban szerepelt szóval, az autó, de ez nem néz ki meg, Mondjad csak. Annyit akartam csak mondani, hogy tavaly hatodikak voltak a senki Földjén, mert előttük mindenki nagyon messze, mögöttük mindenki nagyon messze, és most az az érzésem van, hogy lehet, hogy nem a, a legutolsók lesznek. De hogy ők azokkal kezdenek verekedni, akik eddig simán mögöttük vannak, az szinte száz százalék, mert nem az első ötöst fogják utolérni, hanem ő rájuk lépett rá a követőből. Igen, de egy nagyon nehéz alapra kellett építkezniük a tavalyi évet tekintve, ugye van egy elég komoly erődeficitük, tehát a motor teljesítmény nem megfelelő. És ugye, amennyire lehet hinni az autóbemutató hallottaknak, ugye ott is bemutattak néhány olyan megoldást, amivel próbálták hogy optimalizálni a légáramlást kifelé a kipufogóval, a Kipufogó, igen, minden. stb. stb. A legrövidebb áttétele elvileg az Alpinnak van, ez is azért van, mert nem számítanak túl magas végsebességre, és nyilván minél rövidebb az áttételezés, annál jobb ugye a gyorsulása az autónak, vagy valamennyit lehet... Ezen a használható így... tartományuk lejjebb van, a saját igen. E tervezési cégek szerint is. És hogyha, hogyha a tervező ott ülsz, és ilyen problémáid vannak, az, azért ezekkel nehéz főzni, és itt nem 3-4 de... lóerőről beszélünk, hanem 20-30, ki tudja mennyi, de hogy egy, komolyabb lemaradásról. És jelenleg egyébként most, hogy így beszéltek az alpíról, azon kezdtem meg gondolkozni, hogy a volt kérdés, hogy Sargent marad-e, és nyilván nem a Williams helyére, de mondjuk mindkét alpin versenyző olyan, akit szerintem nagyjából bármelyik csapatban el tudnánk képzelni és ugye nagyon sok versenyzőnek lejár a szerződése idén, tehát elképzelhető, hogy ez az Albin, ez, ez, ennyire gyatra lesz, akkor Gáztin meg Okon fognak leginkább kopogtatni a csapatok házatáján, hogy létszi, vigyetek el, és ugye Okon minden egyes interjújában hogy, hogy nem meg is említi, hogy Amúgy még a Mercedes kötelékével vagyok. Szeretsz, tehát, hogyha, vagyok a mai ha esetleg ilyen... valaki nem tudná, akkor én ott vagyok a Mercinél, közel a tűzhöz. Abszolút, hát hogyha az Alpin tényleg ekkora lamasztikában van, és nem, mondom, nem kell, hogy utolsó legyen, 7-8-9-10. helyen van. Hát az már az náluk egyelő arra kivivel, hogy egy japán cég lenne, akkor már kész, <laughs> Hogy gyári csapatként ott a, 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 végén kullogjanak, hogy akkor biztos jókon is gázt is menekülőre fogja, mert hát ha csak nem látnak valami egyértelmű olyan fejlődést évközben, mert azt mondják, hogy jó, akkor most az évet kiülöm, de utána jó lesz. És ne felejtsetek el, hogy 26-ra meg megint új motort kell építeni, új autót kell építeni. Ez az, az, az annom, a pillanat, hogy ez jól jön. Ha menni hát, akar, akkor most ki tudja. Tehát a versenyző tekintetében mondom, hogy ha úgy érzed, hogy nem csak ez a szezon, hanem a közép-hosszú táv se jó, akkor viszont lépni kell. Van ott egy ilyen, mint egy hatalmas négy égtáj, vagy inkább nyolc fele mutató ilyen székakas, fölül, legfölül az. Ez az? az? Igen, az a, az a, teljesítménytérkép, amit a Hűha. Mirkónak a teljesítménytérképe. Csak meg akarom mutatni, hogy körülbelül <coughs> a felállása. Szeretem ezeket, nem mindent mond meg, és nem is feltétlen könnyű elsőre értelmezni, csak a tesztek alapján, ugye a Mirko Bártolodzi, aki tök érdekes, két éve kezdtem el vele dolgozni, másfél, nagyon tetszettek az elemzési Firenzi egyetemistáról beszélünk, és elkezdtem vele együtt dolgozni, egy csomót ötleteltünk, csomó anyagát használom, meg csomó én is ötletet, de nyilván ez jobban megjelenállom a témát. És az az érdekes, hogy én biztos voltam benne, hogy elviszi egy Form csapat, mert annyira, annyira, tényleg erre áll az agya rá, de egyébként a, 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 az egyetemi fő profilja az inkább a motorozás volt, és abból végzett kísérleteket. És ha, ha hiszitek, hanem február 1 a Yamaha MotoGP csapatának a teljesítmény mérnöke, Úgyhogy most hát ez a MotoGP futomokra utaz, mondta, hogy ezt nem hagyja abban, amikor van szabad ideje csinálja. Ezt csak akartam kérdezni, szer. hogy akkor ennek vége ennek a... Úgyhogy most Fábio Quartararoékkal nyomja a fajt. úgyhogy azért van rálátása a srácnak a dolgokra, nem csak úgy a e, rájról szabad idejébe pontokat helyez rá különböző grafikonokra. És amit ki akartam ebből hozni, amit Mirko Jánko csinálja, ezt ez tavaly találta ki ezt a, ezt a rendszert, Már nem tudom, minek neveztük el, teljesítmény akasnak vagy minek. De az a lényeg, hogy ugye itt alapvetően csak azt mutatja meg, hogy összességében a csapatok pontokkal, a színeikkel vannak, és ugye alul ugye 8 féle irány van, ugye alul van a nagy légelenállás, felül van az alacsony légelenállás. Itt vannak a tempó szerint a gyors csapatok, erre vannak a lassú csapatok, tehát egyszer van egy alacsony légelenállás, nagy légellenálás, gyorsaság, lassúság, és akkor van egy nagy aerő hatékonyság, van egy alacsony leszorító erő, van egy rossz hatékonyság, és van egy magas leszorító erő, nem tudom, mennyire tudtok követni. A lényeg az, hogy ezen... Este kilenckor nehezebben már, de még, még tartom. amit ki akarok belehozni. Tehát ami, látszik, hogy például az Alpin lassú, ugye itt van Itt vannak a végsebességek fontosak. Ez nem kellett volna ez a ábra. Erről beszélgetünk 10 perce. 305-325-ig vagyunk skálázva. Itt pedig az átlagsebességeket látjátok, tehát az átlagos átlagsebesség. de minél magasabb az átlagsebességet, annál gyorsabb a köridőd. Itt meg ugye a értékek vannak. Tehát ha te <coughs> nagy átlagsebességet érsz el, de egyébként nem vagy ebben a tartományban, akkor az azt jelenti, hogy nagy leszerűt erőt gyártóautód van, amivel gyors vagy a köridő tekintetében, de nem vagy gyors az egyenesekben. Ide ilyen a Williams, uh -huh. csodák csodájára, aki tavaly ugyanígy szerepelt, tehát pontosan, a Williams átfordította, megtükrözte önmagát, a tavaly nagyon gyors, de alacsony leszorult erővel az autó, idén elkezdett leszorult erőt magára szerint, de elveszítette a nagy tempóját az egyenesekben. Aztán, hogyha nézzük a gyorsakot, ugye itt megyünk fölfele, ahogy megyünk fölfele, egyre inkább csökken a, lesz, a, a de ettől még a leszorító erő megmarad, hiszen ebbe a tartományba megyünk, alacsony légelenállás, de nagy lesz leszorító A legtöbb csapat itt van. Ugye itt a Ferrari-t Mercedes rakta Mirko előre, a Red Bull közelebb van az optimálishoz, ilyen szempontban, tehát inkább a középtartományban dolgozik, de látszik például az Zauber is kifejezetten erős, itt az, bocsánat, a Red Bull az Zauberrel együtt, az RB, már az RB, már megzavart az rb a McLaren és az Aston, az Aston inkább közép tendál, nem annyira gyors, de ez megint csak tempó tekintetében, most egyelőre csak a köridőkből indulunk ki, ez még nem a valóság, csak arra fele De itt is látszik, hogy az Alpin milyen szinten elszakad az egész mezőnytől, mert hogy minden mutatójában a legrosszabb zónában van tulajdonképpen, és ez az, amit ilyen távolságban azért nagyon nehezen hozol, de még akkor is, hogyha ezek nem a végleges köridőt. A Williams azért nincs olyan nagy gondban, mert a gyorsaság szempontjából ugye egységben van velük, csak nagyon más tartományban ért el azt a köridőt, amivel pariban volt a többiekkel, ez is jó kérdés, hogy így marad a -e évközben. közben. Na, másfél óránál tart a műsor. Oké, okay, és akkor most jön a lényeg? Mert... Igen, szerintem, mert hogy kisgyerekes apukaként este jó. 9 után már azért kevesebb infót oldal. tudok befogadni. Jó, 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 jó. Hogy, hogy a lényegre maradjon még úgy idő, hogy jó. mindenképp tudjunk rá dumálni. Azt mutasd, amin a Science Fair, az a kicsi-kis csík, a legkeskenyebb, 47-42, Ez... nem? 47-42, menj följön! 47-09, 47-42. Hm. Azt mutasd, mert hogy azt akarom megmutatni, hogy nagyon sok, az összes teszkört, mind a 3695-öt megnéztem. Nyilván nem egyesével, mert volt, amit fölösleges volt, amit volt, amit volt Gábor megnézni. az elmúlt egy hét nem lehetett elérni. És amit meg akarok mutatni, hogy nagyon nehéz belenézni, az, hogy milyen motorbeállításokkal mennek a csapatok, de azért alapvetően vannak rá utaló jelek, sokat kell bogorászni hozzá. és az is igaz, hogy a teszten nagyon-nagyon ritkán mennek maximális motorbeállítással, de azt néha el lehet csipni, hogy mikor, és akkor van egy ilyen köridő javulás, hirtelen köridő ugrás, annak vannak jelei, és mindjárt megmutatom, hogy mik azok, és aztán utána mutatok hozzá telemetriát. És Carlos Sainz leggyorsabb köre a második napon az egy olyan menet végén volt, amikor háromszor ment ki egy mért körre, és a három kört meg is mutattam nektek, 1.36.86 zöldel, 1.34.24 zöldel, és 1.29.921 lilával. A leggyorsabb kör, az egész teszt, három tesztnap leggyorsabb köre. Ezek a, mind a c 4 keveréken e, voltak, ugye a három abszolút leggyorsabb szektor is az övé volt, és még ha itt oldalra kimennénk, akkor látnátok az órát is, vagy az időt, hogy mikor történt. Tehát ezek egymás után pici időeltéréssel, de nem folyamatában. Tehát visszament a boxba, kereket cseréltek, kicsit valamit állítottak, kiment. Kicsit valamit állítottak, kiment. Most amit érdemes megnézni, hogy itt van egy 1 perc 1, 30, 6, meg egy 1.30,4, tehát két, két és fél tizedet javított, amit persze benne van abban, hogy kiment, mentek időmérő valamennyi üzemanyaggal, és utána a következő megint új gumit kapott, és abban a körben már jobban összerakta a kört, hiszen elkezdte kiismerni az autót, jobban maximalizálta, látszik a szektoridőkből is, picit talált a második szektorban, és talált a harmadik szektorban, az első az néhány százada rosszabb volt. Na és akkor ott jön ez a próbálkozás, amire fél másodpercet ugrik előre az előző két köréhez képest, ugyanazokon a gumikon. És ami nagyon érdekes, hogy ha megnézzétek a sebességadatokat, ugye itt látszanak a szektoridősebességek, ugye ez, az, ez a célegyenesben, a célvonalnál mért sebesség, ez pedig a célegyenes végi végsebesség, ahol a normál esetben is a hétvégén mérik az abszolút végsebességet. Ugye itt még egy adat hiányzik az előző kör végéről, amikor megkezdi a körét, ez a másik két körnél itt van, de ezt mondom nektek, ez 284 km ről ugyanúgy, mint ennél a körnél. Tehát 284-el kezdte meg a körét, 311-re gyorsult, és a végén 283-mal fejezte be, ez lett egy nal A következő gyors körét is ugyanúgy 284-el kezdte, ugyanúgy 311 volt a végsebessége, és 1 km per 282-vel lassabban ment egy 24 et tehát itt jobban ment a körön, kevesebbet hibázott, többet kihozott az autóból, de takra ugyanazokkal a motorbeállításokkal. És akkor figyeljétek a lila kört. Fél másodpercet gyorsul, úgyhogy kereket cserélnek, kimegy a boxba, semmi más nem változik. Megy egy fél másodperc a jobb időt. 2.85-e kezdi a kört, 3.13 és 2.82 véget, tehát megnő uh -huh. a kör elejé sebesség és a végsebesség is. És akkor most, Máté, menjünk a, telemetriák telemetriá összehasonlításra, mert meg akarom mutatni, hogy azon, hol lehet tetten érni, hogyha már megfogod, szagot fogsz, hogy hol lehet eltérés, ez hogy valóban látta? az volt, nem. Ja, nem ah, az mutatom, az az. azok a feketék, amiket oldalra raktunk. Feketi, Eze, ezek. Ez? Igen. És azt tett ki nekem nagyba. <kül> és akkor itt a három kör, amit most megmutattam, a ne, három egymás utáni kör, ugye itt látszik, a pirossal van az abszolút leggyorsabb, egy 29 921 a fehérrel 34-24, és a sárga a legelső kör, az 1 és azt nézzétek meg, hogy az egyik kanyarból jövünk kifelé gyorsítunk ki, a belső egyenesre megyünk rá, és ahogy ugye a sebességértékek látszanak. Ugye ami látszik, Dani rögtön megfogja meg, aki már látott telemetriát, vagy elemzett, hogy a fejére picit elfékezik, picit mélyen jön be, kicsit túlcsúszik, lassan tud a gázra lépni, ugye az volt a középső köre, 1.34.24. A sárgával viszont tökéletesen csinálja meg a legelső körével, valószínűleg nem volt annyira bátor még az új gumikon, és kicsit hamarabb is fékez, hamarabb ér a minimum tempója, de nagyon hamar kezd el kigyorsítani. Tehát ez olyan kigyorsítási előny, amit végig kéne, hogy vigyen az egész egyenesre. Ehhez képest megjön a pirossal, nagyjából a fehérrel megegyező szögben, egy picivel hamarabb vissza tud lépni a gázra, és nézzétek meg, hogy a piros görbe elválik a fehértől, és fölér a sárgához, sőt, fölé is ér már ide a 250-es sebességtartományra ez semmi nem következhet, csak másik motorbeállításból. Tehát sokkal nagyobb motor ereje van, és akkor a másik ugyanilyet mutasd még meg, Máté. Az, ami mellette van? Mellette van, igen. Mellette, azt mondja ez. Az. Parancsolj. És ez meg a célegyenes. <laughs> Tehát amikor megkezdte a körét, tökéletes. Elkezdődik a kör, és még az elején járunk, még ilyen kettő, vagy ez már célegyenes közepe fele, itt még 292,95 95 ös tartomány, és itt jön az igazi nagy különbség az extra motorerőből, ami lehet, hogy csak egy második beállított RS, vagy sokkal jobban kihasznált RS, kevesebb visszatöltése, és minden elment a körre, de valószínűleg meg volt emelve minden más beállítás, mert itt tökéletesen látszik, hogy elkezd elemelkedni. Azért mondom, hogy nem változott semmi napon belül, néhány percen belül vagyunk, nem változott meg a szélirány, minden körében nyitotta a DRS-ét, tehát minden egyes körülmény ugyanaz, Kivéve azt, hogy az autó elkezd sokkal magasabb végsebességre szerteni, és csak ezen a szakaszon egy tized másodperces előnyre teszed saját magával korábbi kör, a két másik körrel szemben. Itt már nem tudsz mit hozzátenni versenyzőként. Ősz az autóban nyomott padlón a gázt, és a másik körre tökéletesen együtt fut. Tehát látjátok, hogy össze vannak ragadva a sárga meg a fehér vonalat, a piros viszont fölő. Na ez például egy olyan kísérlet volt, és ez Löklernél is meg volt, csak nála fordítva. Nála a három próbálkozásában az első körre tekerték fel a motort, és a másik kettőn vissza és valószínűleg ez minden csapatnál így vagy úgy megvolt, nagyon megtankolva, félig megtankolva, ilyen gumival, olyan gumival, ezeket nagyon nehezen észre lehet venni. Uh -huh. Igazából jelentősége nincs, csak hogyha annyit akartam belőle kihozni, hogy egyetlen ilyen motor beállítás változtatása fél másodpercet lehet találni. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz egyébként ennek ismeretének hiányában, vagy az ismeretének hiányában pontosan megmondani, hogy mi a különbség. Mert ha valaki egy ilyen beállításra odapörkül egy nagy kört, a másik meg egy visszafogott beállításra viszonylag közel van hozzá, akkor honnan mondod meg, hogy az jobban járt volna egyébként? Mielőtt rátérünk az erős visszahozod még az, az, az a, azt a három köröset? ha a, a köröd nem a, telemetria, az ott is a hátul, nem is kell megnyitni. A Igen, csak, csak egy érdekességet akarok mutatni rajta. Ugye, ahogy a Gábor mutatta, itt van a három gyors kör. Itt igazából most nem foglalkozok a szektoridőkkel. Egy gyors kör, box, még egy gyors kör, box, még egy gyors kör. Amit egy ilyen teszten szoktak csinálni, nem forma specifikus, mert minden sorozatban, minden motorsportban, motor motorsportban, -motorsport, autósportban is csinálják. Ugye ezek az ABA tesztek, vagy ABCA tesztek, nem tudom, hogy van-e közöttetek olyan, aki már hallott erről. Ugye ilyenkor tulajdonképpen azt csinálják a csapatok, hogy előre kijelölnek két vagy három, de adott esetben négy különböző beállítás variánst. Mondjuk tegyük föl, hogy maradjunk az egyszerű talajon, mondjuk a hátsó és szögét. Nyilván ennél sokkal komplexebb és összetettebb módosításokat láthatunk a 1-ben, az a, az a, verziónál ekkora a szárnyálás. a B-nél még egy kicsit nagyobb, a C-nél pedig meg, meg, még kisebb, bocsánat, tehát hogy folyamatosan egyre kisebb, és kipróbálják mindegyiket, megnézik az adatokat, és akkor a végén mind az a lényeg, a végén visszamennek a legjobb, amit az adatok mutattak, a legjobb opcióra, és ami nagyon fontos, hogy mindegyiket ilyenkor szerencsés ugyanazon a gumin megcsinálni, hogyha van rám mód, tehát akkor ilyenkor kiválasztanak mondjuk egy ABA teszt, két szett gumit, egyik az A, utána a B setup, és utána visszateszik a gumit, amit eredetileg használtak, és utána visszamennek arra, amelyik az optimálisan ment. Ezt azért csinálják a csapatok, hogy egyértelműen kiderüljön ugyanolyan körülmények között, ugyanolyan gumival, ugyanolyan üzemanyagterheléssel, meg minden ugyanolyan időjárási körülmények között, hogy egyértelmű legyen, hogy melyik irány működik jobban. Abszolút. Ez mint minden, szem, minden tesztelés, bármiről legyen szó, laboratóriumi dolgokról beszélünk, mindig a megismételhetőség a lényeg. Tehát, hogy akkor kapsz egzett eredményt, hogyha az 10-ből 10-szer meg tudod csinálni. Egyszer jött össze, vagy 10-ből kétszer, az nem biztos, hogy a működőképes megoldás, nem. vagy rossz irányba, vagy igen, igen. igen. ez a szempontjából ennél közelebb nem jutunk teszteredményekhez, hogyha nem a csapatnál dolgozó motormérnökök vagyunk, már pedig ők meg ritkán Akkor nem ezek legalábbis igen. Úgyhogy e, valamennyit ezekbe az adatokban lehet ásni, és általában a gyorsási görbéket érdemes megnézni, a sebesség görbéket én általában azokat is hasonlítom. Tehát, hogy üzemanyag mennyiséget nézek, akkor is azokat vetem össze, és megnézem, hogy van-e eltérés, vagy sincs. Ez is például beszédes volt, mondjuk Ferstapen tapjait megnézve, és más etapokat összehasonlítva. Ferrarizunk egy kicsit, van egy Ferrari is összehasonlításom, és akkor már tapokat nézzünk, hogy ott például mire érdemes figyelni. Science, Leclerc, két versenyszimulációt fogunk nézni, és az melyik? ott, ott jobb oldata. a, a Ez? Az, az, igen. Jó, ja, mellette persze. Federico Ábánó, imádom az elemzéseit, olasz technikai elemző, fontos. Sárga science, piros Lökler, abszolút két versenyszimuláció, két teljes versenyszimuláció, Löklernél itt jött egy piros zászló, nem ment vége a, leg, a legvége, de alapvetően teljes verseny voltak, megszakítás nélkül kerékcsere, és mentek tovább, semmiféle ö, egyéb pokus nem volt benne. És ami érdekes, hogy az elején átjövök ide. Az elején Science gyorsabban kezdi, ugye? Úgy mentek, hogy mind a ketten a közepes keverékkel kezdték, illetve hát a C3-assal, ami a hétvégén már a lány lesz, csak ezen a tesztem, hogy inkább a nevüket mondom, a hármas keverékkel kezdtek. Lökler a kettessel folytatta, az egyesre fejezte be, Science pedig az egyesen folytatta, és a kettessel fejezte be. És amit érdekes nézni, hogy Science nagyon keményen megnyomta az elét, vagy keményebben megnyomta, mint Lökler, de utána látszik is, hogy ez a korai keményebb kezdés, ez utána hát picit visszajutott. Más napon is mentek, tehát nem teljesen összehasonlítható ideális körülmények picit eltértek, de azért alapvetően ugyanazon a pályán voltak. De mégis a, a keményebb kezdés utána visszajutott, és utána látszik is, hogy hogy esik vissza a hármas keverékkel Sainz teljesítménye. Miközben Lökler kicsit lazábban kezd, de utána sokkal alacsonyabban, sokkal jobb átlagon tudja tartani Vég ugyanezzel a keverékkel, és hosszabban, tehát összességében itt már nagyon sokat nyer. Aztán ugye a második etapban már eltér a használt gumikeverék, ugye a kettessel megy ö, Lökler, az jobban tapad, az egyes keveréken megy 100 na nincs is kopás egyébként az egyes keverékkel, gyakorlatilag végig megy azon az egy 37 eleji átlagon, amivel kezd. Ö, Lökler sokkal jobban megnyomja a kettessel, egy picit veszít, de összességében a, a verseny ideje még mindig jobb. És akkor a harmadik rész, amikor váltanak, amikor az egyes keverékre a legkeményebbre vált Lökler, ugye a kettesre megy át Sainz, és aztán játszik, hogy a kettesre nagyon sokáig javítani is tud, a legvégén esik picit vissza a köridei, lehet, hogy itt benne van egy kis forgalom is. Tehát alapvetően még javulni is tudott a kettesre, azért Löklernél az egyes meg annyira rövid, hogy ebből nem nagyon lehet mindent kiolvasni, de a lényeg, hogy látszott, hogy a Ferrari megpróbálta picit máshogy megközelíteni a két versenyszimulációt, lehet, hogy mást is kért a ittől hogy máshogy kezdjék el a az etapokat, és ebből látszik, hogy azért nem mindegy, hogy, hogy mit kérsz a gumitól melyik szakaszán az etapnak, és különösen az elején, amikor mondjuk egy elévágásba gondolkozzatok, amikor, amikor meg kell nyomni a kivezető kört meg az elejét, hogy meg a pozíció, akkor látszik, hogy aztán később azzal az, azért nagy ára tudsz fizetni, hogyha, hogyha bele vagy kényszerítve egy ilyen helyzetben. Én nagyon sokat beszélünk a technikai érdekességekről, megoldásokról, mérnököknél, de hogy azért versenyző, egy, egy ember vezeti az autót, és ez nagyon fontos visszajelzés, nagyon fontos tapasztalat a versenyzőnek is, hogy amit most Gábor fel, felvázolt, ezekben az esetekben, ezekben a helyzetekben, te mennyit kérhetsz a gumiktól, mennyire kezdheted el nyomni. És ezeket az etapokat után nem csak mérnöki fejjel elemzett ki, hanem vezetés technikailag is a saját kis stratégiára össze kell, hogy álljon az évben, és érezned kell, egyé kell most ez egy kicsit ilyen klisés, de egyé kell az autóval, és pontosan tudnod kell, hogy a C1-es, c 2 C3-as, bármelyik gumi, milyen időjárási körülmények között, milyen uh, nem is tudom, tapadású érdességi aszfaltnál nagyjából hogy fog működni. És például a középső, amit Gábor mutatott az előbb, a középső része ennek a diagramnak, ott is egészen pontosan Carlos a sárga, ott van, amit Máté kijelölt, most egyszerűen nem megyek ki. Ez például, hogyha mondjuk tételezzük fel, hogy itt maximálisan próbálták megnyomni ezt az etapot, ebből például azt lehet tanulni, hogy a versenyző azt tanulja, de a mérnök is, hogy az elejét ennek az etapnak jobban meg lehetett volna nyomni, mert az nem egy ideális gumikopás kép, hogy a végére semmit nem romlik a gumin állapota, akkor valószínűleg ebből az a tanulság, hogy az elején ennél egy kicsit jobban megnyomhatod, de mondjuk ott volt egy ellenpélda, még a baloldalt, amikor Lökler pedig ugye vagy bocsánat, Sainz túlnyomta az elején, és lehet utána meg az teljesen elszállt. Következett. Ezt gondolom, hogy egyébként az volt, hogy nagyon elszállt az elején a hármassal, és ezért a, utána az ja, egyes az egy picit óvatosabb volt az elején, ahhoz képest, mint amit megengedhetett volna magának, de lehet, hogy a csapat kérte tőle egy picit óvatosabban és egyenletesebben, mert utána meg nagyon nagy az ugrás, amikor átvált a kettes, ott rendkívül sok plusz teljesítmény van, és szinte folyamatosan gyorsul a végén. És ugye a Ferrari állandóan ezzel az elmúlt két évben, hogy ez egy körös tempó pokolió, Lökler-Pol király folyamatosan. De egyrészt Lökler nem annyira tudta a pólpozíciókat futamgyőzelmekre váltani, illetve ugye állandóan azt hangsúlyozták tavaly is, hogy a gumikopás, mint olyan, nekik borzasztóan visszatérő, folyamatos problémát okozó valami. De most mostani tesztek után mind Science, mind Lökler úgy nyilatkozott, hogy ez egy nagyon pozitív teszt volt, és két év után végre úgy érzik, hogy az a probléma, ami fennállt, azt most megoldották. De ezekből ezt most ki lehet a hovasni, Sokat és ezt megoldották? Most Egyébként Science konkrétan mannyilatkozta szerintem, hogy tegnap délután, hogy. Az egyes és a kettes keveréken már nagyon jól működik. Nézzétek meg Sainz sárgával. Egy, egyes, kettes keverék tényleg, tehát amit mond az úgy van, a hármasan még dolgozni kell, és egyébként tökéletesen hm. megmutatja ez a grafikon, hogy, hogy a lágyabb keverékkel még kevésbé, a két keménnyel oké, okay, ezen a pályán és ezek között a körülmények között gyorsan. Igen, ez fontos hangsúlyozni minden esetben. Amúgy is Bahreinben jól szokott menni általában a Ferrari, az hozzájuk egy közelálló pálya. Igen, meglátjuk. Ilyenkor egyébként sokat segíthet amennyi adathoz hozzáférünk, azok közül azért egy, egy, egy szignifikáns, komoly jelentőségű. Ezt a szó. Kezdődik a szezon, muszáj gyakorolni. Szóval a belső kamerás felvételeket érdemes nézni, amit az F1 tv egyébként vissza is tudtak nézni. Figyelni kell, hogy egyszerűen mennyit mennyi gépészkedik a versenyző egyetapon. mert a túlzott gumikopásnak persze előfordul, hogy nincsenek látható előjelei, de a legtöbbször is a ferrari is ezt lehetett látni, ideges az autó, és ez nem azt jelenti, hogy nem tudom, 90 fokokat kell ellen kormányozni, hanem ezeket a mini-kis, mini-slipeket, kis, mini szlipeket, és kis a így van, ami a telemetrián ilyen kis, kis, nem is tudom, ilyen dinófogak jelennek fogas, meg, jel. farkasfogak, Ezeket kell nézni, mennyire tud kényelmesen autózni, és nyilván közben a köridőjének is jónak kell lennie. És ilyen téren biztos, hogy sokkal nyugodtabb ez az autó, sokkal barátságosabb a vezethető hosszú etapon, hogy emellett az egykörös tempó az milyen lesz. Egyébként hamarosan nézhetjük majd Gábornak a, az most összeállítását. Jön, mert akkor mert... Mielőtt berakjuk. Még vá válaszolunk egy-két kérdésre? Akkor A Ferrari most jó, vagy majd 2026-ban? <laughs> Csak így most 25 ben Hát na, mindig majd de jövő, most ugye, tűnik, mint eddig, de nem, Szerintem is jobb lesz. de nem tudjuk, hogy mennyivel. Ezt, ezt nehéz megmondani. É, én, de nyilván hármuk közül én vagyok itt a legkevésbé szakmailag, már mint ilyen durván szakmailag benne a dolgban, de amit uh, láttunk szerintem eddig tőlük, és ahogy nyilatkoznak, én mondom, nekem is az emberi reakció borzasztó fontos, ez így nagyon fontos, szóval uh, most a leg, legpozitívabbak. Na és Máté, te mikor leszel igazán pozitív a helyszínről? Itt van egy ilyen kérdés. Melyik futamokról utazol a Hát most Bahreinbe megy ki Ádám, úgyhogy ő lesz kint a nyitófutamon, én Hungaroringen kívül meg három helyszínre megyek, Imolába, aztán Mexikóba, ott lesz majd a bajnokavatás, és Abu pedig lezárjuk a futamot. Azt már tudja, hogy ott lesz. Meg a Hungaroring, az még befér az EB és az Olympia között egy kicsit. Nem tudom, hogy Perez akkor még Red Bull versenyző lesz. É, én csak mondom, hogy én voltam egy műsorban Mátéval, ahol Máté, Máté szerint ott mi is fog történni. Ott, ott Perez már nem lesz a, a Red Bullnál. Pont ja, ja, Mexikóval nem lesz Perez. Díjakat. Azt nem tudom, hogy milyen, uh, 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 milyen uh, minőségében lesz ott, ha ott lesz. Ezt leváltják. Na, ez, ez, egy érdekes kérdés. Szerintem ezt az évet biztos végigcsinálja. Szerintem is. Én is azt gondolom, hogy egy, egy, egy és hogyha jól csinálja, akkor, 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 pedig megint, 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 tud hosszabbítani, bár én erre egész kevés esélyt Neki a látom. tavalyi teljesítményéhez képes kell javulnia. Ez, ez, abszolút ez a lényeg. Igen, bár egyébként Helmut már elmondta, hogy úgy megy Perez, mint évvégén, akkor, akkor írhatja alá már fél évkor a szerződését. Az én ezt azért ennyire nem érzem Én egyszerűen. Ha utolsó féktávról, legyen tehát ott nagyon elaludt. Na, még van egy kérdés itt a, a, gumik meg a stratégiához kapcsolódnak. A csapa stratégiára mennyire igazodnak a versenyző igényeihez? Például lágy gumikat tudod-e óvni, a közepeset esetleg jobban megeszer a vezetésed, de kérhetsz -e egyéni stratégiát ezek alapján? Mennyire Összességében az a kérdés igazából, hogy mennyire befolyásolja a versenyző kérése, igénye, hozzászólása a csapat alapstratégiája. Alapvetően kicsit. De hogyha nagyon kicsi a játék, nem amit tudsz egyáltalán Igen, gumikkal nagyon csinálni. tehát akkor befolyásolja, amikor már elrontottad a versenyedet. Tehát amikor már kénytelen vagy ez a gyerekek nem működik, mondom, hogy nincs tapadás, jöjjünk be, jöjjük Mint be. amikor lökleni mondják, plan B, plan C. És akkor kényszerből bejössz, tudom, de micsoda. öt körre tovább kéne menned, vagy nyolc, tehát az már akkor lőttek annak a stratégiának. Tehát alapesetben a stratégiát csapat találja ki, és te megvalósítod. Nagyon ritkán Szólnak bele. Nyilván a nagyok bele tudnak szólni, ha akarnak, de ott is inkább a stratégia az, aki, aki... De ez, ez, ez egyszerű, egyszerű számisztika, tehát kevesebb adat áll rendelkezésedre a, a kokpitben, az autóban ülve. Tehát te érzed az autót, hogy mi történik, de annyira sok adatot látsz már, a, a box utca falon ülve, a, a ülve, hogy, hogy igazából kis túlzással többet tudsz az autóról, sőt, többet tudsz bizonyos szempontból az autóról, mint maga versenyző. Hogy a pozitív oldalát is mondjam, az is előfordulhat, és előfordul számtalan szor, hogy itt tudom én, 22 körre tervez a csapat, de te mondod, hogy én még 3-4-et simán elmegyek, és ha az kapóra jön, akkor mennyi, akkor menjél, akkor menjél de, még, mondd, e, hogy mennyi van még benne, sokszor halljuk, hogy kérdezik. Ezt akartam őket. mondani, ezt rendszeresen előfordul között, között bevágva a rádióüzenet, hogy kérdezik a versenyzőt, milyen, mert hogy most kéne kijönni, hogy érzed. Szerintem még benne van benne négy, de az ellenkezőt is sokszor halljuk, hogy gyerekek, tie is meg Be kell menni, be kell menni. Ja, mi maradt hátra? Mi az adatok világában. Hol van, hol van az? Melyik az? Máté, itt az? Három, 3500 a ember más. várja azt, hogy az, 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 a, az a, ez, ez, ne, ez, gyorsan zárt be, új, új. ez a verseny, ez, <laughs> ez is a kell majd. E múlt a elvitték, az nem foglalkozott. A, a másikat nyílt, de utána ez is kell majd, mert hogy ezek a versenyetapok voltak. Na ez a... Ez a Elméleti, azért a hm. jó felgábor Gábor, elméleti hát erősség. Persze, mi más, ez egy játék, és ez, ez minden évben egy játék, amit én rettetően Ezek és mindig elmondom, hogy ez csak tippelgetés. Csak szofisztikáltabb, mint ennyit csinálnék, de 600 000 adat adatkiszámogatásával együtt is arra jutok, csak utána én is nézek, és akkor a jó része bejön, de mindent nem lehet bele. Hát meg szerintem most még megvédened saját magadat, hogy Jörem nyilván szezon, nem úgy értem, itt szezon előtt vagyunk, de ugye, ami az elmúlt években rendszeresen bejött, és aztán átadom a szót, hogy a szezon közbeni fejlesztések, hogy azok annyiszor Persze. olyan szinten átírták, pozitív és negatív irányban is, lásd azt mennyire rosszul sült el tavaly, a McLaren mekkora tudott fejlődni. Tehát most ez egy pillanatnyi valami. Hát tudta, hogy a McLaren gyenge, de most ha valaki évközben jön és azt mondja, milyen hülyeséget írt el év elején, hát a McLaren a második csapat. Hát Gondoltad akkor igaz valana? volt, Persze. és utána egy közben ez történt. Ez a jelenlegi helyzet a tesztek alapján. Ugye itt a lényeg az, hogy semmi szubjektivitás nincs benne, nagyon fontos. Tehát ez tisztán, nagyon-nagyon régóta játszom ezt a játékot. És csak akkor van értelme, hogyha mindig hű vagyok önmagamhoz, és próbálok ugyanazokba a keretekbe lenni, bármit érzek. Subjektív módon nem feltétlenül ezt érzem, amit itt látok, de ennek ellenére a számok alapján ennyit lehet belőle kihámozni. Most nagyon gyorsan végig bogarázva, fölraktam, már föl is fogom rakni mindenhol, a motorsporton fönn van, de majd írok bele egy cikket, meg fölök a Facebookra is, meg szerintem kimegy a box utcára is, csomnék, még Zsoltival meg kell beszélnem. Na a lényeg, amit ilyenkor figyelembe veszek, az, hogy ki milyen keveréken ment. Ugye minden csapatnak volt a hármas keverékkel köre. Itt látjátok a legjobb hármas keveréken futott időket. Ezek a valós idők, amit a hármason elértek. Ott vannak azok a csapatok, akik négyes keveréken futottak, és a legjobb négyes keveréken futott idők is itt vannak. A legtöbbször ezek az idők a legjobb idők, de nem mindig. Ezért van egy külön oszlop C3 Max néven. Azokat nem Max Verstappen futotta az összes autóval, hanem azok azok az idők, amit C3-as keverékkel értek el, nem abszolút legjobb idők, de figyelembe véve, hogy mennyi volt még a tankban, mert ugye azt is megnézem, hogy amikor megy valaki egy gyors kört, egy jó kört, akkor utána rögtön megy a boxba, mint a legtöbbször, amikor ilyen próbálkozás van, vagy megye még. Ha megy még, akkor tudjuk, hogy x körre üzemanyag volt még benne, a függ hány kört ment. Na és akkor innen jön a bugi. Ha megnézzétek az Alpin ideje, ott egy hármas van, ez a 32.199, ez ugyan rosszabb, mint a 32.061-es valós idejük, ez is egy valós idő, de ezután akkor még három kört ment, és csak utána ment be a boxba. A három körre való üzemanyag Bahreinben, az ugye körönként 1,9 kg nagyságrend, amit fogyasztanak, ennek 700 másodperc az idővesztesége ennek az 1,9 kg-nak. Ha ezt hárommal megszorozzuk, akkor 21 század másodperc, tehát három körre való üzemanyag az 21 század másodperc időveszteség, pusztán uh -huh. csak a tömegből adódóan. Tehát, hogyha ez nem lett volna benne, ez az idő, ez 21 század másodperc gyorsabb lehetne. És ugyanígy számolok mindegyik olyan körnél, ami, ami plusz extra üzemanyagot tartalmaz. A Mercedesnek volt egy olyan kör, ahol még két plusz köre volt Russellnek, a 31.066-ban ugyanez meg volt alonso is, a 31.265-nél két plusz körrel, és ugyanígy volt a ferrari is egy, három, egy es két kör, de nem az volt a legjobb, mert ez a Sainz-féle 29.900 abszolút elvitt mindent. De ettől ezt még megmutattam azért, hogy jelzésértékel ott legyen, akit érdekel, az összes csapat, vagy a saját csapata a Ferrari, hogy akkor lássa, hogy azért mi volt C3-mal. De most ami az igazán melbe vágó, és akkor itt csatolok vissza a GP féle mosolyra, Lambiáze mosolyára az első <laughs> napon, amikor Max Verstappen kiment hármas keverékkel, ment egy egy 3.44-et, utána visszajött a boxba, semmit nem csináltak az autóval, újra kiment a pályára, ment egy 1, 32 0 megint visszajött a boxba, megint semmit nem csináltak az autóval, majd utána ment még 17 kört. Tehát abban az autóban hát ez meg volt tankolva, akkor, még azért. 17 környű üzemanyag volt, amit hogyha ezzel a 700 másodperccel felszázunk, tehát az az autó olyan 33-35-38 kg üzemanyaggal volt, akkor, amikor ezt a 31-3-at autózta Fersztappen, úgy, hogy hármas keveréken volt az első napon, amikor még a pálya nincs felgumizva, Ráadásul nem is ott annyira, ké... 18 nem volt a legkésőbb, de mondjuk egészen mondjuk az utolsó órában volt már Fersztappen. És ezért volt az ez a nagy mosoly lámbiázétől, mert ez egy, ez egy etapra megtankolt autó. A versenytávra megtankolt autó, ment egy 31-34-et az első napon. Ez már egy brutális ugrás, mert lekerülünk egy 29 ben nagyon mélyen, ez egy 29 felet ért volna, ha átszámolom, azokat a különbségeket, amiket a Pirelli a saját csatszolásaim természetesen évek óta, illetve mindig a Pirelli-re is mert ők is minden évben újra és újra végig mennek ezen. Ezt most Mário Izola maga mondta el, én is hasonló számokkal dolgoztam, picit visszavettem, finomítottam. Az egyes és a kettes keverék közt nagyjából 1,3 másodperc volt ezen a teszten, a kettes és a hármas között 1,1, a hármas és a négyes között, ami a fontos lépés, 6,7, én 0,65 századdal ugye félúton számoltam, mondtam meg itt nagyjából 7 tized másodperc a különbség. A 4 az 5 azért nem számít, mert én 25 századra szoktam számolni, de nem használta senki az 5 keveréket, tehát ezen a, ezen a tesztnapokon, az izgán tesztnapokon nem volt jelentősége. Ez annyit tesz, hogy amit ezzel a keverékkel futott valaki, abból, hogyha levonunk 65 század másodpercet átlagolva, akkor nagyságrendileg kapunk egy közelítőleg jó számot arra, hogy mit tudott volna menni a négyes es keveréken, és mindenkinek az idejét így számoltam át, négyes keverékre, hogy tehát az, az elméletileg elméleti legjobb azt Az szukod? az legjobb. És ugye ebbe, ebbe, még azt is figyelembe veszem, hogy hány fokos pályahőmérséklet, mert ezért volt fontos az időjárás grafikon, mert mindenkinek megnézem, hogy ezeket a köröket, hány fokos aszfalt mert hány óra, hány perckor futotta, és melyik napon itt az 1-es, 2-es, 3 ezek a napokat jelentik. Nem négyzetre vagy köbre. Csak hogy kicsit kizökkentsek, mennyi idő volt ez a táblázat elkészülte? ez mi, ez, mi, figyel, ez, mindig három nap. Ez, mindig, <laughs> ja, ez folyamatosan írogatod, és ég akkor... a tesznek péntek, és csak a szombat vasárnap. Ne, és már <laughs> a Gábornak, már, ezt már AI-t csinálta. <laughs> <ma> automatizálva van. nem A lényeg az, hogy ezeket mindet figyelembe véve, azt is figyelembe veszem, hogy a napról napra változnak a körülmények, elméletek jobban gumizódik a pálya, picit mindig gyorsul. A konkrét körülményeket én <laughs> nem tudom megmondani, ez csak csapatok tudják, de úgy számolok én ökoszabály szerint, és egy picit inkább csalok a, az, az, utolsó napon jót menők javára, hogy így fogalmazzak, hogy egy tized másodperc pályálogulást számolok mindössze csak egyik napról, minden napról a másikra, kivéve akkor, hogyha a körülmények rosszabbak. Jelen pillanatban az volt a helyzet, hogy a második napon megváltozott a szélirány, hűvösebb volt ugyan, de kellemetlen rossz irányból fújt a szél, ezért az első és a második nap közt nem számoltam a harmadik napra viszont két adtam. Tehát aki a harmadik napon ment, az két tizedet az idejéből elveszített, az első két napon futottakhoz képest. És akkor még egy truváj van benne, az aszfalt hőmérséklet, ami nagyon nagyban befolyásolja az eredményeket. Ugye látjátok, ahogy megyünk bele az estébe, q 3 ban minden, mindig jönnek a jó idők, így ez gumizódik a pálya, de akkor ugye so sokan mennek folyamatosan a legrágyabb keveréken, most azért nem volt akkor a nagy időmérős örjöngés, tehát ennyit nem javul a pálya már a végén, viszont ahogy csökken a hőmérséklet, igenis változik, és egyre jó és ott pedig úgy számolok, hogy két fokonként egy tized másodperc. Ez nagyjából ökölszabás szerint oké, okay. ez sem mindig minden pályára igaz, általában a Bahányban menül, tehát aki 31 fokban autózott egy adott időt, és 27-ben a másik, ott két tized másodpercet hozzá lehet adni, vagy le lehet vonni, a 31 fokban autózott időből, és így például a legmagasabb hőmérsékleti körülmények között az asztalnos idő van 34 fokban, 16 óra 16-kor alonzó, amikor megfutotta azt a körét, azért az jó néhány tizedet elvitt az a hőmérséklet, ahhoz képest mondjuk sokan 27-26 fokban futkarázták a köréket. Na ezek vannak közös nevezőre hozva, és ebből jön ki az elméleti legjobb c 4 köridő, és akkor a különbségek a lényegesek, és ez alapján a különbség alapján alakult ki a során. Ez alapján Red Bull van az élen, nálam 29.304-jel, de valószínűleg ennél jobb lesz majd a póltérő idő. Vagy a fene tudja, mert ugye C3-as keverékkel fognak menni, viszont föltekerik a motorokat, meg gumizódik rendesen a pálya. Törük kicsit több, mint 2000 a Ferrari lemaradva, 217 ezreddel ez alapján, a számítás alapján. A harmadik az Aston, de ott már nyolc tized a hátrány, 821 ezred. A negyedik a McLaren 500 addal elmaradva az Astontól, és további 400 jön a Mercedes, tehát gyakorlatilag az Aston, a McLaren és a Mercedes szinte teljesen együtt vannak 900 on belül, de több mint 8 ra a Red Bulltól. tól uh -huh. Tehát ott van egy nagyon nagy ugrás. A Ferrari igazából leszakított mindenkit, és ugyanott maradt a Red Bullon, ahol tavaly végén volt egykörön. Fontos, hogy ezek egykörös, tehát ez az abszolút maximális tempó. És akkor itt jön még egy szakadék, az üldöző boly. És ott az Auber van nálam elő, de minimálisak az eltérések. 1,343 ezeret hátrányon a Red Bullhoz képest az Auber a hatodik, 1.43-mal a ház a hetedik, és itt mondtam a meglepetés, hogy egy körön a ház nem lehet leírni, 1.44-el az az 1 századra elmaradva jön az RB, akik meglepően rosszul teljesítettek ahhoz képest, amit várnánk tőlük. Igen. Pedig Cunoda a c 4 keményen ráment az utolsó napon, az utolsó fél órán belül többször is megpróbált nagyot menni, de nem tudott akkor átmenni, mint Joe az overrel, és nincs ennél jobb körük. És aztán a Williamson nem nagy hátrányon, ugye 1,5 másodperccel a Red de nagyon szorosan ennek a bolynak a végén ott van Albonnal a Williams, és akkor az Alpin, akik majdnem két másodperces hátrányban, teljesen a mezőny végén kullogva, több mint három tizedre a Williams-től, de őket nagyon nehéz olvasni, hogy egyébként a mercedes is nehéz volt, a mclaren pontosan, de talán az Alpin a legnehezebb. Ez simán benne van a paklim, hogy az Alpin innen valaha ide belép, és hogyha ide belép, akkor a hatodiktól a tizedikig bárhol lehet, de hogy ennél följebb számukra nincs pozíció ebben a mezőnyben, az százszerzett. Itt mutassunk még egy közelít a rendező urat kérném itt a végére. Hogy lássuk még egyszer. És akkor majd még mindjárt mutatok egy versenyszimulációs dolgot is, mert még az is megvan. Ja, a másik táblázat. Uh -huh. Nekem egyébként a ház ilyen téren... Szerintem erős lenne, megmondom őszintén. Köszönöm szépen, hogy Gábor közben kiegyen. nekem, nekem a ház lenne meglepetés, hogyha hát hetedik lenne. Az RB 8. helye, nem? Az ez RB nem 8. Nem, helye. Vártuk. 8. Akkor én, meg a, meg én a, a, én a, abszolút az Aber elé várnám. Meg az Sauber is. Az Aber nekem nagy előrelépés lenne, hogyha Igen. itt lennének. Most ez megint olyan, hogy Joe futotta a legvégén, a lejtéskor fejezte be a körét a legjobb körülmények között. És abban megint csak benne lehet néhány tized, de azért adtam meg ezt az Aubernek, mert ezt Joe futotta és nem bottas, aki pedig tudjuk jól egykörön, egy körön, azért jobb, mint jó. Joe, tehát, Én hogyha jó. ezt a mondjuk levesszük a bottas féle, botlás. Más, féle, <laughs> <nye>, féle. <botlásféle, gül> egy kicsit frajd volt. <laughs> másfél évtizedet, akkor megint csak ugyanott vagyok, ez az Uber simán lehet ennyire jó, vagy lehetett volna akár ennél gyorsabb is, mondjuk egy picit hamarabb, amikor nem voltak ennyire kedvezők a körülmények. Nagyon, az látszik, hogy nagyon nehéz olvasni. A Red Bull és a Ferrari elszakadt a mezőnytől, a Red Bull egyértelműen vezet. Ami engem meglep, hogyha ez így lesz, hogy az Aston, McLaren Mercedes egyelőre nagy hátrány van a Red bull -a szemben, és a Ferrarihoz képest is, egy körön. És utána az, hogy gyakorlatilag az üldöző a maradék öt csapat, az szinte teljesen egybe, attól függően az Alpin hova lövi magát. Hát, jöhet az, hogy melyik pályán vagyunk, kinek mi fekszik jobban, milyen időjárási? Már az azt mondják, hogy jönnek a fejlesztések, az hát első körös fejlesztések. Hát már most már jönnek a első a, a, a alapvető módosítások, az autóban. Igen, de az a meg az első a nagy jobbak, fejlesztési az csomag. Az első nagy hát, igen, nézzük meg a versenyszimulációkat, mert azokat is nagyon nehéz volt olvasni. Nagyon kevesen mentek végig versenyszimulációt, vagy összehasonlítható versenyszimulációt adott körülmények között, de mégis volt egy, amit a legjobban meg lehetett fogni, ez a C3-asokon, mi máson, hiszen azt használtak a legtöbbet. A C3-as keverékeken, ami a hétvégén a Lágy lesz, futott első etapok. Tehát ez a 10-ből 8 csapat futott olyan versenyszimulációt, amikor konkrét, korrekt versenyszimulációt teljesített, végigmentek egy teljes versenyetapot, két kiállással, és az első etapjuk, tehát a rajt utáni kezdő versenyetapot elméletileg tele tanka, közel 100 kg-mal megcsinálták, és az első etapnak az átlagét látjátok. Ugye, ami itt van a körszám, Kinél ez hány körös etap volt, ami számolható Red Bull 15, Aston 13, Ferrari 18, 14, 15, nagyjából hasonló mindenkinél. És ezeket nyilván megint közös nevezőre kellett hoznom, persze itt is látszanak a köridők, a Red Bull é volt a legjobb, aztán Aston, Ferrari, stb. És többi, és többi. Ugye ami érdekes, hogy ha 13 körre átszámítom, és leveszem az utána levő köröket azoknál, akik többet mentek a 13 körnél az Astonhoz, próbáltam viszonyítani, akkor ugye úgy néz ki a sorrend, hogy a Red Bull áll az élen. De ebben a C3-as etapban 37 századra, az a szűk négy az Aston Martin a második mögöttük versenyszimulációkon, a Ferrari 42 századra, tehát 5 század van mindössze az Aston meg a Ferrari között, szinte együtt üldözik fél másodpercen belül a Red Bullt, és utána jön a nagy szakadék. Óriási ugrás. A Williams a negyedik 1,2 másodperces lemaradással, tehát közelebb van versenyszimuláción, mint egy körön. Aztán jön a McLaren egy hárommal kapnak egy komolyabb veres, és itt jön ki az, hogy Piastri ment, Norrisnak nem volt versenyetapja, és nem tudjuk, hogy ez az autó ennyire rosszul bánik a gumikkal, vagy ez csak Piastrinak köszönhető, aki még nem rakta össze magát velük idén sem. Aztán az Auber megint csak jól áll, ugyanott van, ahol egyébként egy tehát ők nem mozdulnak a hatodikok, egy négyes hátrány, a ház egy hattal, és ez egy előrelépés egyébként tavaly, Igen, képest gyorsan ennem, És az óriási csalódás, akárhonnan néztem, akárhányféleképpen próbáltam meghámozni az RB idejeit Rikárdóval az Airbnb is 8. ráadásul két másodperces átlag hátrányjal nem néztek is se se jobban, és akkor két csapat volt, akik nem mentek uh -huh. semmilyen értékelésre. Igen, azt azért nyugtassuk meg, mert már látom a komment szekcióban Mercedes-mér 9. -dik. azért vannak a végére téve, mert, mert ők nincs, nem igen, Nincs, nem, nem volt idejük, mint a a többiekkel, a Mercedes és az Alpin, akikkel nem lehetett számolni, mert hogy olyan meneteik voltak, amiben nem lehetett. Ugye itt az a jó, amikor elindul egy versenyszimuláció, és végigfutják az 57 kört, vagy az 50 kört, ami éppen kijött piros függően hogy tudjuk, hogy az elején megtankolták, és az autó végig menj, mint egy verseny, tehát az elején összehasonlítható tömeggel ugyanolyan teletankkal indulnak az autó. Aztán, hogy most ehhez képest a Mercedesnek a 12-15 körös etapjaiban hány kiló üzemanyag volt, meg az Alpinnál, és azzal nem lát már számolni. Én azt gondolom, hogy a Mercedes egyébként jobb versenykörülmények között a versenyszimulációkat, meg a csapatkommunikációt megnézve, mint ahogy egy körön volt. Tehát ők valószínűleg előre fognak lépni, és ők be fognak tagozódni oda a Ferrari, az Aston és a Ferrari mögé szerintem, kérdés, hogy mennyire mögöttük, de egyértelműen a negyedik helyre, és az Alpin, én azt mondom, hogy amit az Alpin eddig mutatott, semmi nem mondja azt, hogy, hogy ne lennének ugyanígy a 8 9 10 hely környéken. Egyszerűen nem, nincs, ami, ami, azt mondatná velem, hogy előre jelentős. Arra egyébként emlékszem, hogy tavaly is borzasztó rosszul kezdték a szezont, tehát Gasly heteken, hónapokon át szenvedett, és panaszkodott, ez nem jó, az nem jó, stb. Okon néha beletalált, de az Alpinnak szerintem, nem is tudom, májusig el kellett telnie annyi időnek, két hónapnak, hogy elkezdjenek működni legalább néhány futamon, aztán kirúgták a vezetőséget, szóval érdekes idény volt, de úgy tűnik, hogy ez sem lesz -e sokkal jobb ilyen szempontból. Nekem, nekem alapvetően mondom, amit, <coughs> amit én, amivel én sok időt töltöttem, azok a belső kamerás felvételeknek, a, a amennyit, amennyi elérhető volt, meg amennyit lehetett nézni. A Ferrari nekem nagyon stabilan működött, úgyhogy én, én, úgy érzem, hogy ott még van egy kis tartalék ehhez a táblázathoz képest. Én az Aston Martinnál éreztem, és ezek, ezek kicsit inkább ilyen megérzés, megérzés jellegű dolgok, hogy, hogy ők közelebb vannak a saját maguk által elért maximumhoz, és állózó nyilatkozatai nekem általában tök szinték. és őnek azért volt egy-két egy, -két, egy -két erősebb megnyilvánulása azzal kapcsolatban, hogy ők nem állnak rosszul, de azért túl nagy csodát nem kell tőlük várni. Ő saját elmondása alapján nem, nem valószínű, hogy most mondjuk a dobogóért fognak egyből harcolni, vagy a második eddig harmadik eddig ez ezt mutatta. De eddig, eddig, eddig ilyen tapasztalók is vannak. azt Bahrein előtt, hogy dobogóznak, aztán ehhez képest Igen, annyira kicsi a különbség, az gyorsan hozzá kell Igen. tennem, hogy ezt látjátok, hogy hmm. itt is, meg főleg az egykörös tempónál is, hogy Hát most, hogy ebből most az Aston második erő lesz, vagy negyedik, és ha negyedik erő lesz, akkor már nem megy dobogóért, csak a hetedik, nyolcadik helyekért, és hogyha kiesnek előre, akkor ötödik, hatodikért. Egy kis adalék azért van, ami szerintem az Aston drukkereknek, a Red Bull, Red Bull drukkereknek nem kell mosora e, görbítenem a száját, mert amúgy is mosolyognak. Az Aston drukkereknek annyit hozzáteszek, hogy a Red Bull és az Aston Martin volt az a két csapat, akik az utolsó napi versenyszimulációkon úgy futották a versenyszimulációkat, hogy nem mentek végig megállás nélkül, hanem minden etap közben mentek a garázsba és rátankoltak. Hm. Tehát az ő, a második és a harmadik etapjaik rosszabbak sokkal, mint a többieké, de azért, mert újra és újra rátankoltak, hogy nehezebb legyen az autó, és ez viszont magabiztosságot mutat. Tehát az, hogy te nem viszel végig egy versenyszímet, hanem azt érzed, hogy úgy uh, gyerekek, kurva ez az, az autó. Nem mutassuk már meg mindent, tegyél még rá 30 kilót, jó köz. És kimegyünk úgy, mint az első etap. Tehát gyakorlatilag futottak három első etapot, három Aha. különböző keveréken, és annyira stabil gumikopással végmentek, rosszabb átlagú időkkel azokon, a későbbi etapokon, de ezért akartam az első etapokat hasonlítani, mert az mindenkinek korrektül ugyanaz az üzemanyag mennyiség lesz. Mondjuk az ugye azt is mondta, hogy már most meg lehet koronázni Max verstappen újra, és 19 versenyző pontosan tudja, hogy Max a második hely. ez, ez abszolút így van, és egy nagyon-nagyon nehéz így egy évet kezdeni, de azt gondolom, hogy nyilván 42 lassan, 43 évesen, azt hiszem korányokként ő ezt elmondhatja ennyi rutinnal a mögött. Igen. Nekem még így a az RB egy picit csalódás. Nyilván egyébként valahol, nem mondom, hogy örülök is neki, de nyilván, nyilván az van, azt mutatja, kezdjük azzal, hogy az RB az nem egy Red Bull koppintás, vannak átvett megoldások, főleg a futóművek Teljesen tekinten, saját az autósok De hogy nagyon sok szempontból teljesen saját, és ugye ez nagyon jól példázza az, hogy valami valahol jól működik, azt átveszed, átveszed a te autódra, és nem fog, nem fog feltétlenül jól működni, sőt, valószínűleg rosszabbul fog működni, mint a saját megoldásod. Tehát valahol ez egy ilyen, ilyen szempontból ez egy hibrid autó, tehát semmi köze nincs ahhoz a copy point-hoz, mondjuk, az azért sokkal közelebb volt az előző évi Mercedeshez annak idején, és én picit ettől függetlenül ö, többet vártam tőlük. Én nem vagyok hogy van benne még... biztos, hogy ez igaz lesz. Az lehet, mondom, hogy van hogy hogy még én... benne, én is azt akartam hogy lehet, hogy ebben még van valami Ebben is, ebbe semmi szubjektív nincs. Hát tényleg csak az adatokat raktam össze, semmi nincs benne abban, amit gondolok. És amit gondolok egyébként, az az, hogy az RB-nek ennél jobbnak kell lennie. Én, Tehát én, azzal az én... a Red Bull első futóművel, az tavaly évvégi fejlesztésükkel, minden egyébben együtt ennek az autónak ennél akkor is erősebb de kell lennie, hogyha tényleg semmi nem Igen. csináltak volna, csak kicsit reszelgetnek rajta. Igen. Senkit nem búzítanék arra, de hogy ha lenne ilyen kis, papír, papírom, amin egy összeg szerepel, én dobogót egy, egyet adnék neki. Erbély dobogó? Szezon. Ezt Igen. a tesztek kezdet előtt én is benne voltam, Igen. hogy egy talált dobogóban még az RB lehet, mert minden abba az irányba áll. De hát ugyanezt mondtuk a McLarenről, hogy totál második erőnek várom őket, mert úgy fejlesztettek tavaly, ahogy, ahogy, senki más, és hát ebben a lendülettel majd megfelezik a lemaradást. Most ehhez képest a számok nagyon nem ezt mutatják. És persze, minden egyes tesztidőszak után mindig van egy vagy két csapat, aki nagyon meglep. Mert nem tudsz belőlük olvasni, mert tényleg szarba vannak, és utána valaki kihúzzák magukat, ahogy tavaly a McLaren megtette de valamiért az RB-nek ilyen nagyon-nagyon rossz összhatása van, ugyanakkor ők meg valahogy mégiscsak magabiztosak voltak. Tehát nem nagyon panaszkodtak, Rikárd szokásos ja. Szokás és mosoly. Mindenki büszke, nem ne felejtsétek el, ott is új csapatfőnök, Lorán Mekis megérkezett, egy teljesen átépített csapatrendszer, csapatszerkezet. Milton Keynesbe dolgoznak most már sokan, de megvan Felnza is. Ezt az autót lehet, hogy meg kell érteniük. Tehát lehet, hogy megint egy olyan változtatás hozott az új első futómű, hogy Jók lesznek vele majd az 5., a 6., a 10. futamtól, de az év elején húznak egy tavalyi mclaren és ott fognak térdeni a 8 9 10 A legnagyobb fejlődés, mert lehet, hogy náluk látjuk egyébként de de a Tavalyi Tavaly végén, amikor megérkezett az új futomű, akkor például azért elég, elég szépen tudtak előre lépni. Több, abszolút, több, abszolút. Több, több kiegészítővel együtt, meglátjuk, de ez is csak ugyanarra vezet vissza, és akkor szerintem szépen keretbe foglaljuk, amivel az elején kezdtük tök jó az adatok, és Gábor egyébként le a kalappal, ezt most meg kell, majd nyilván a korábbi években az, is. Az, ahogy is végig, az, ahogy az, hogy <laughs> <laughs> ahogy bánsz az aival, ez is ahogy beütötted, ez zseniális, de, de ahogy a netről összeszered a hondokat, és automatikusan és az AI rendezi, ne, ez. ez tényleg, ez tényleg marha sok munka, úgyhogy köszönjük szépen, Gábor, hogy ezt, ez elhoztad szeretem nekünk. Szeretem csinálni, különben nem csinálni. Az Mint, az autó Um, Gábor úgy kezeli az éjjájt. Na jó, poén, poén vége, de hogy keretbe foglaljuk az adást, tényleg arra tudunk visszajukadni, én azt gondolom, tök reálisan, hogy teszt van, minden mindennel összefügg, és egyszerűen nagyon nehéz olvasni a sorok között, úgyhogy ez most az általunk itt felvázolt predikció, kiegészítve egy kis szubjektivitással, és aztán majd a kommentátorállásban, most már a hétvégén érte egészen a hogy múlt Múltidőben beszélj, volt, és futam jön ezen a héten. Hétfő este van, és csütörtökön már szabad edzés, de pénteken időmérő. Nagyon jó, hogy akkor várjuk a csütörtököt, hogy a két szabad edzés során majd megkapunk már, már tisztább képet, de nem fogunk kapni, mert ott ez nem fog annyival menni, az nem rakja fel azt a gumit, az majd nem Itt tekeri fel a már a és akkor következő szokásos csütörtök esti két szabad edzés után, ó, nem volt főtekerve a motor, ó, 89 kg üzemanyag volt benne, azok háttal ültek a volán, na majd a pénz. Úgyhogy igazából a pénteki 5 órás időmérőig időmérő. Ott, ott mindenki már leketolja a nadranyát, addig már mit mondott. Na hát mindenki tolja le, aki szeretné, szintén egy laza 2 óra 11 perces adást készítettünk nektek. Köszönjük szépen a kérdéseket. Most már lezárod, Máté? Ha, most már Bár szerintem lezárnám. Nagy idő. Indulj neki a egy ilyen Mennyi időnk van még? 80 perc? Mennyi? Adriának is már mennének szerintem, úgyhogy tényleg köszönjük mindenkinek és 12.30 csütörtök első szabadedzés, edzés, m sportot találkozzunk, és meg nyilván az egyik feleteken, illetőleg köszönjük szépen a, a 4K Raidersnek, vagy a 4K Raidereknek, kinek hogy tetszik, magyarul vagy nemzetközileg a segítséget. Sziasztok, Sziasztok. vigyázzatok magatokra, jövő szeket! Sziasztok! Magnify. Professionális online marketing megoldások, kontentgyártás, rendépítés, attól sem riadunk meg, ha valami tegnapra kell. A stúdiót és a stábot a Forkérérérő biztosította. Végém Motorsport. Az új Forma 1 sportája.